Magyarország első számú reggeli műsora. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Szombathelyről, a Főtérről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Után pontosan 14 perccel már így elment az idő. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello Jani, hello, sziasztok! Hey, hello! Mindenkinek! És jó reggel, Szombathely, itt vagyunk a Főtéren. Igen, és most még gyönyörű az idő. Gyönyörű. Aha, most még végig. Nem égezzél itt nekem, nem égezzél. Tízig jó lesz. Délután leszünk bajba, Ferencem. Délután de leszünk az bajba. Az se baj, mikor. Holnap reggel ne legyünk bajba. Jön az a fránya, és holnap ne reggel ne legyünk bajba. Én nem találom, gyerekek, ezt a helyet. Én bárhányszor vagyunk itt Szombathelyen, egyszerűen nem találom meg az utcát, hogy hol lehet ide bejönni. Kettőből semmi. Egy gyalog jöttem a szállodától ideig, látom. Egyszerűbb lett volna. Gyakorlatilag egy 10 perc leforgásolért itt voltam, semmi nem volt az egész, de amikor a tér torkolatánál eljöttem amellett a kapuaj mellett, ahova a múltkoriban, amikor legutoljára voltunk itt, betévettünk még együtt. Igen, megálltuk a kocsival. Akkor egy picit megálltam, eldörgöltem egy könycseppet a szemem sarkában. Istenem, emlékszel, hogy akkor is mekkora bab voltunk mindenki, de jó, hogy egyedül jöttem most. Várjál, a legutóbb, amikor itt voltunk, akkor te már kiszálltál a kocsiból, mert annyira ideges volt, hogy a Balázs megy körbe-körbe, a Jani meg már hallgatta a szignált, hogy kezdünk, és kiszállt, és itt rohant át a téren. Nagyon mutatom, bonyolult. Az a kőszegi, ott a, ez figyelj, az. Én beütöttem, hogy Főtér, ez, a GPS, erre bevisz egy zsákutcába valahol arra felé, elmondom, ez nem lesz jó, illetve nem is egy zsákutcába, egy ilyen kis lakótelepi utcába, aminek egy kiárata van, ahol bementem. Mondom, hogy ha vagy lerakom a kocsit, vagy átmászok falakon, vagy vissza. És teljesen szabálytalanul a tér másik oldaláról a gyönyörű díszkőn keresztül végig hasította. Igen. Figyelj, foton is róla, most már utólag. Ne áruljátok el az önkormányzatnak. Senkinek nem mondjátok el. De van róla fotó, 10 000. Nem ér eladni a borsak. Szerintem a néni, aki ott sétáltatta a kutyát, ő még mindig így el, és nem hiszi el. A kutya egy eldőlt balra, hogy elmentem mellett. Hát egy ilyen sétáló utcán, mondom, nem késhetek el. Hallottam, hogy Fifi. A néni nem érte, hogy Fifi miért fekszik azóta, és Fifi nem nagyon akart tölteni. Lapos. Vigyáztam egyébként, mert volt gyerek is, meg kutya is. Éreztem, hogy kellemetlen lesz. Persze, hova futok bele? Az üvegstúdió előtt áldogáló tömegbe. Így megjövök egy fekete autóval. Úristen, mondom. Megjött Bali. De az, szép az érkezés, így az érkezés nagy mestere. Nehogy valaki esetleg, valakinek elkerülj a figyelmét, hogy megérkezett. Senkit nem lepett meg, nézd meg. Se azt mondja, így szokta. Persze, tudják, hogy így szoktam. Nem, megnéztem a szállodában, a Főtér, mint 8 perc. Hát mondom, akkor nem kell. 5-3-kor elindulok, mikor Ákos él. 10 perc, 12 perc, 20 perc. Jó, ez az irány, ez nem. Mikor Ákos befejezte a híreket, és Főtér még mindig 4 kilométer, és még mindig egy zsákutcában bolyongtam, mondom, itt most akkor meg kell oldani. Meg kell oldani ezt a problémát. Na, de minden esetre megérkeztünk. A holnapi helyszínű már jóval egyszerűbb. Már csak azért is, mert 26 000-szer voltunk de ott. Ne szaladjunk még ennyire előre, hiszen még több, hogy nézem, negyed hét van, tehát maradunk még egy picit. Na, mi újságban, milyen volt a hétvége? Jó volt, rendben volt, kiváló mindenkivel, volt, minden rendben volt. Kiváló vonatút áll mögöttem, nem történt gyakorlatilag semmi. Ne csinált, ez nem te vagy. Vonatot felszálltam, minden. Egy vonatos, ez nem egy vonatos, ugye? Vagy egyel tudsz jönni? De egy átszállás nélkül, igen, átszállás nélkül, nagyon természetesen odafigyelek, hogy elvirába úgy ütöm be, hogy átszállás nélkül, hogy azért ne kelljen már ott várakozni valahol, bárhol, nem nagyon szeretem ezeket az átszállásokat. Ne szálljál már a sátoraja új helyen. Hiba lehetőség, tehát, hogy hiba lehetőség. Interszígy, bizony, hát és fél pikpakit voltam, tehát nem volt semmiféle probléma. Bifi, ami nekem lenne fontos. Büfélkocsi, ami neked, meg vagy nem. Pályaud van a taxiba be. Legalább 600 métert haladtam is vele, aztán kiszálltam a szállodánál. Aha. Mennyi volt? Nem volt drága. Ugye? Ilyen drága, mint a Szombathelyiek drága a taxitok? Hát, és ha miért lenne, már azért cirka egy kilométer 1500 sok. 1500 jöttél egy kilométer alatt? Én nem hittem el. Aha, tényleg? Leszedtek. Óra ment, figyelj, óra ment. Milyen óra felé? Ja. Leszedtek, mint a lopott csirkét. Én nem fizetnék. Nem fizetsz, ahol nincs óra, és nem megy a valaki ex-hasidbe. A konfliktus, tehát, hogy ne ez legyen. És ki fizetted az 1500? Első időnek is rabosítanak Szombathelyen, mert összeverekedek egy taxis. Te fizetnél egy ilyen taxisnak? Fél nincs óra? Reklamáltam volna legalábbis. Az 1500 az nagyon szemtelen. Az 1500 az nagyon szemtelen, ez körülbelül 5-6 kilométer.
árakat a nyugati országrészt tudod. Tehát, hogy nem. Hát lehet, hogy ők a 150 per kilométer mellé egy nullát feltettek, hogy 1500 per kilométer, te meg beleültél egy ilyen kis intába. Úgyhogy az első dolog az volt, amikor bementem a szállodaszobába, a fürdőszobába, akkor az összes szappant, úszó sapkát, krémet, mindent, konkrétan a költségeket beraktam a táskába. Nem, természetesen ez nem történt meg, de hát azért picit meglepődtem. De ez borsos. De kiszálltál is illedelmesen fizettél. Ugye? Látod, hogy miért vagyok ilyen az Uberesekkel? Átlátható pénzforgalom. Nem ismerem, nincs nem ismerem a helyi viszonyokat. Lehet, hogy én pont oda mentem, ahol nem kellett volna menni. Ki a kapun? Nem oda mentél, ahol nem kellett. Olyan autóba ültél volna, ahol nem kellett. Taxiferület volt rajta egyáltalán? Nem. Ott állt egy sárga fiat, beszálltál. Simán lefeketéztek téged. Beültél, azt 1500 nem, egy pisilő kisfiú volt rajta, és egy japán automárkának az emblémáját pisilt, ahol az volt. Nem, egy taxis volt, nem, nemzetközi jelzés ott volt rajta. Beültem, fizettem, ott áltogáltam, aztán még egy 5 percet, 10 percet így a kapu előtt, így magam előtt bámulva, mondom, ezt nem hiszem. Gondoltad, hogy most úszott el a vacsorát? Nem, most úszott el a gyerek 2017 karácsony ajándéka is, mert a 2015-ös már korábban elúszott. De egyébként minden jó volt, mert a szálloda nagyon jó, függetlenül attól, hogy éppen varjú világtalálkozó van a mellettünk lévő parkban, azt nem tudom, feltűnte nektek, de és emiatt aludtam, nem aludtál. Nem, csak emiatt, mert egyébként a Gyöngyös patak partjára tegnap UFO szállt le. Figyeljetek, 11:45-kor nem ébredtetek fura zajra. Mert vagy visszahozták Pataki Attilát valószínűleg a következő vagy hívákról. Én lövöldözéseket hallottam. Az volt az? Ilyen csattanások vagy valami? Nem? Csak Norris filmet néztem. Hol voltatok? Ja. Én közvetlen a bejárat mellett kaptam a szobát, úgyhogy rajtam szinte mindenki átment, aki bement a szállodába. 4:45-kor a Gyöngyösnek a partjáról fényjelenség, hangjelenség, nem kicsi. 4:11-kor. Én nem tudom, mi történt akkor abban a pillanatban. Tényleg én arra gyanakszom, hogy Pataki Attilát a következő nem is tudom, mi embrió beültetésre éppen visszahozták. Kinyitottam az ablakot, és nem tudtam beazonosítani, mert hatalmas fasor van ott, tehát egy nagy park mellett vagyunk egészen közvetlenül, és nem láttam, hogy pontosan mi történik, de olyan irgalmatlan zajjal jár ott valami, virítenek valamit, illegális, nem tudjuk. Senkinek semmi információja nincsen. De megijedtél és bebújtál a paplan alá, és szűköltél? Nem, kitudod, csak lebújtam a radiátorban, hogy ki az ott? És volt, hogy nem mertél előjönni, mert azt hittad, akkor meglátnak, már nagyon izzadtál, féltél, de még mindigben voltál a paplan alá? Nagyon furcsa volt, nem tudtam megfejteni, hogy mi az, aztán később jöttek az énekes madarak, aztán a varjak, és, de egyébként minden tökéletesen működött. Hogy neked semmi nem jó, tényleg jó szálloda, ja, értem, jó vacsora. De nem, tök jó volt egyébként, még volt egy nagyon pici apró momentum, amikor valakinek feltűnt a szállodában, hogy rossz helyen van a zongora. És arrébb tolta. Ezért ez hogy vagy? Nálam csönd, békesség, nyugalom, érted? Én nem tudom, hogy az én szárnyamban mi történt, idézzem az én szárnyamban, hogy ott miért történnek ilyen dolgok. De előtte toltál a zongorát? Tessék? Előtte toltál a zongorát? Vagy fölötted? Mellettem. És zongorázott közben? Nem, csak hallottam, hogy vagy igen, hogy rossz helyen van. Vagy átrendezte a szobát, mert nem tetszett. Jó, hát ez mondjuk lehet a Balázs is éppenséggel. Nem, azt hiszem, hogy még az interjúről egy kicsit lehet, nem alkot. Ugye egy nagyon helyes filigrán éjszakai portáslány volt, ő biztos, hogy nem tologatott sehova. Na, ő biztos, hogy nem. Sehova semmit azzal biztos, a kilóval. Biztos, hogy nem. Igen, egyébként tényleg helyes volt. Nem, pont rá lehet látni egyébként a recepcióra az én szobámból, és felopaltam a lámpát, és zuhanyzás után föl sétáltam, át a feljön. Itt vagyok, baby! Hát, ha meghívva. Tévéműsorokat néztetek? Nekem tegnap volt időm belelapozni este. Elhatároztam, hogy elmegyek egy jó kis szombatai tájmasszázsra, nem jutottam el. Gondoltam, se baj, lemegyek egyet wellnesshezni. Nem jutottam el, úgyhogy nagyon jól sikerült a tegnap. De a wellnessben miért nem? Tehát az nem volt messze. Nem tudom. Rájöttem, hogy nem hoztam fürdőgatját, és most gondoltam, hogy nehéz, a szálloda sétáló, tehát a folyosójáról rá lehet látni a medencére. Na most, mi van ilyenkor, vagy beszélmész, vagy boxeralsóban? Mind a kettő nagyon nyomorult, hogy ülsz, hogy úszkálsz a kis boxeralsóban, tudod? Hát, erről így lebeszéltem magam, mondom, nem. Úgyhogy nem sikerült sehova se jutnom, ahol terveztem, viszont tévémisorokat tudtam nézni. Nagy duett nézted? Hát néztem. Jó, mondjuk ott álltam azért, mert itt, ahogy Balázs is mondta, volt lent egy ilyen kis wellness rész, és egy olyan típusú medence, amire rá lehet
lehet látni a felső részről, és ott nem akartam boxerasomat. Mondta egyébként, hogy le fog menni, és akkor így vártam, hogy készítettem magamnak egy kis vizét, nachoszt, üdítőt, stb. Odahoztam egy széket, hogy egy kicsit mozdítom, megnézem föntről a béka tempóját, érted? De aztán nem sikerült, mert nem, valamiért nem jött le, de aztán nekem is így beakadtak ezek a csatornák, és akkor a TV2-n kötöttem ki, és megnéztem egymás után két műsort is, ugye Nagy Duettet, meg a Hajdunak ezt a belső promózt. Névsor, az valami elképesztő, az a műsor, azt néztem én is. Igen, hát Hannak lehetne, ez nagyon fura volt. Hát de ki tudsz oda meghívni, érted, vendégnek már Hajdú? Hát most RTL-eseket nem tud áthívni. Na? Hát jogos. Ugye? Igen, nagy keresztpromó volt az egész. Egy óriási keresztpromó volt. Igen. Hely van, jó, idő van. Pénz van, idő van. Viszont javulok, mert nem loptam törölközőt között a szállodából. Á, nem vagy a régi. Ennek csak egy ott oka van. Az a telefonát is mondtak, hogy Szombathelyről már 10. Nem, szerintem az egy kicsit később kapkodva indultam, ez lehetett az oka. Tehát, de vissza tudsz még menni, mert délig be vagyunk jelentkezve. Igen. Utána visszamész azzal az indokkal, hogy le kell tusolnod, mert nagyon megizzadtál műsorkészítés közben, és összeszedsz mindent. Az jó, mert úgyse fizettem, meg nem adtam le a kulcsot, meg sem úgy jöttem, megittem a minibárt, megettem, úgy jöttem, mert annyira rohantam, hogy minden. A szállodai menedzser most kezdett el szólni a szabalányok, hogy gyere, gyorsan pakoljatok a mindent, hogy itt vannak a sáskák. Na, hát lesznek majd játékaink is, drága hallgatók, millió. Mondjuk nektek. Egyébként milyen érdekes, nem mernek közelebb jönni. Nézd meg, vannak városok, ahol félnek tőlünk. Szombathelyen mindig néhány méter az üvegstúdiótól állnak meg, ezt már észrevettem egyébként. Ja, hogy láttuk bennedünk. Ja, miért nem, ha ide állsz, akkor nem. Igen. Nem, ha közelebb volt, állsz, akkor nem lát látni. Most voltak fejlesztések, és a Lajos Bá utalt egy kisebb összeget vissza, és abból egy energiapajzsot csináltatunk. Igen, mi most még oda csapunk, utoljára megmutatjuk, hogy milyen az energiapajzsos üvegstúdió. Kezdj csokolok. Hogy tetszik lenni. Jó, tetszik lenni. Minden rendben. Oké. Okay. Átment egy hölgy. Remélem nem az ő kutyáját ütöttem el, és nem az ügyvédjével jött vissza, hogy pereljen egy 300 ezer forintos kínai kopasz. Na, valaki nagyon bátran odaült melléd. Érzi a melegséget, ami árad belőle. Belőlem nem árad melegség, már hogy nem olyan nem. Melegség. Persze, én vagyok én radiátor. De hihetetlen, hogy egész életedben magyarázkodnod jár. Egyszer, ez az aurám, amit éreznek a hallgatók. Na, készültünk pénteki ismétléssel? Biztos vagyok benne, aha, hogy igen. Hát pénteken nagyon nagy nap volt. Abból készültünk? Igen, szerintem abból készültünk, mert hogy hát nagy nap volt, ugye eredményt hirdettünk a Beko játékunkban, és szenzációs fordulatok után, amerikai filmeket meghazudtoló, hihetetlen izgalmak után végül is eljutottunk ahhoz az emberhez, aki megnyerte ezt a versenyt. Méghozzá a pénteki versenyzőnket szavazták meg, vagy szerették a legtöbben a Facebookon. És hát nem akármilyen volt tényleg. A közvetés, tehát ugye a közvetítés szempontjából tényleg az volt a legjobb, de azért én izgultam a másik két, tehát a csütörtök és a keddi játékosokért is. A rendőr duó, Nino, nagyon erősek voltak, illetve hát a Messzopasz Sziszónak Ági néni. Imádtuk, szerettük. Volt, nagyon szeret. Imádtuk, szeretjük, gyorsan megmutatjuk, hogy mi történt velünk pénteken, hát ha valaki nem hallotta azt a fajta zseniális közvetítést, amivel egyébként nyertesünk megnyerte, ugye Zsoltról van szó, és hát ezt mondtuk, de ez jó hír, ez a játék folytatódik. Folytatódik szeptemberben, amikor is újabb két embert keresünk majd erre a Barca meccsre, ami ugye októberben lesz. Igen. Igen. Ah, igen. Kb. Ennyi. Kb. Ennyi. Nem akarok ismételni benneteket, annyira jó volt. Megmutatjuk, hogy mi történt velünk pénteken, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Hát azt gondolom, hogy jó helyre ment, nem? Nagyon, a legjobbra. Jó, mindenki megérdemelte volna, de játékosunknál nagyon, nagyon jó helyen van ez a nyeremény. Na, viszont aki nem nyert, nem elkeseredni, jó? Nem elkeseredni, mert hát lesz még egyébként ilyen játék. Szeptemberben, ahogy mondtuk, lehet még egyet nyerni. Ugyanerre a Barca meccsre, velünk együtt. Ráadásul ugye a szponzorunk annyira jó fej volt, hogy némi kis kompenzációval egyébként meg is vigasztalja majd azokat, akik nem nyertek most ebben a körben. Igen, írtak egy levelet, nagyon helyesek voltak, hogy szereznek mezt. Egyébként az összes játékosnak Ági megjelentetheti a kedvenc receptjeit a Beko Facebook oldalán, igen. Meg szóval, hogy nem tudom, miket találtak még ki, hogy még az díj legyen. Igen, helyesek voltak, aranyosak, úgyhogy nekik köszönjük szépen. Na jó, van, elmegyünk egy picit hírezni, aztán játszunk fekete-fehér, igen, nem, mert szerintem a helyszínről válaszunk játékos, nem? Hát a turné mindig ez van, helyszínél. Ki az, aki vértivott ma reggel, és nagyon szeretne bennünket agyonverni? Ó, több jelentkezőnk is van, ó, fiúk, lányok, mindenki nagyon bátor.
Budapestről majd egyébként bővebben fogunk beszélni, mert rengeteg nagyon jó. Így van, természetesen adás után és egymás közt. Igen. Fehérvárig átdumáljuk. Fehérvárig átdumáljuk, hogy mit kellett volna játszanunk szombathelyen. Na jó van, elmondjuk majd persze, most meghallgatjuk a legfrissebb híreket Ákostól, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hihetetlen ez az Avicii 20 másodperces dalokat csinál. De szép nóta volt te. És meg tudta csinálni, eleje, vége, közepe, minden meg volt. Minden meg volt. 10 perc, pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Már is játszunk a hét első játékosával. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, szegény. Majdnem azt mondom, hogy halló. Hello, jó reggel, ciao. Hello. Hello, hát le nem mossuk magunkról, hogy direkt választottunk gyermeket, hogy nyerjünk. De mi tulajdonképpen anyut akartuk, csak mellé ment. Igen. Így mutattunk, és akkor jöttetek ketten. Hogy hívnak, hello? Genci Réka. Réka, hello Réka. Réka, kivel szeretné játszani? Janival. Hagyjatok már, ja? Persze, nagyon szépen. Ez a Nem. Természetesen. Rékaik egyébként már nagyon korán itt voltak, úgyhogy hogy mi már találkoztunk többször. Sőt. Tényleg? Sőt, igen, anyukáról kiderült, hogy ő vadon. Igen. Na most, de gyerekek, most már tényleg elég, hogy eljövünk Szombathelyére, és egy robonda! Megszorod a családot, ajándékcsomaggal itt tartunk. Hát én Nyírbogáton nőttem fel. Uh-huh. Egyszer hallottuk, hogy a te édesapád nyiradonyi származású. Tehát lehet, hogy szegről végről még rokonok is vagyunk. Hoppá, hoppá. Hát tényleg, gyerekek, csak. Ahogy megnyeri, bunda. Elveszitek tőle, hogy kimegy, jó? Tényleg, ne csináljuk már, eljövünk Szombathelyre az ország másik végére, és akkor Nyírség. Ez Vas megye. Gyerekek, megtermékeny magunkkal, megszórtuk az egész Nyírséget. Na figyeljetek, akkor esetek egymásnak, jó? Na. Nyírd ki a Janit, okay. Jó? Nyírd ki, kapd el, csavard meg neki a... Jó, oké. Okay. Mi van, mellé ültél a széknél? Nem, mellé ültél? Nem, félek, hogy én kaptam itt a rokkantat. Az volt, nekem volt, csak kicseréltem, amit kimentél. Köszönöm szépen. Na jó, 3-2-1, és tessék. Réka, na, kérdeztél valamit, vagy esetleg kérdezek én? Hát, kérdezel? Mindegy. Mindegy? Akkor kérdez. Hogy hívják ezt a játékot? Várjál csak, hogy is hívják? Hát erre úgy kellene válaszolnom, hogy a tiltott szavak nem kerülnek a számra, ugye? Ilyen álságos módon kiátszani a családnak. Tegyétek el tőle az ajándékot. Úristen, ha ezt az NBA-ben látom, akkor óvok, gyerekek, óvok. Ha ezt a fociban látom, ez bunda. Ezt úgy hívják bunda. A Csányi felkiált. Igen, majdnem így marad bent a felcsút is. Réka, nem ezt beszéltük meg. Az volt, hogy hagyod magad, hogy nyerjen a Jani, úgyis megkapod az ajándékot. Mi történt? Mondd meg, ki csináltam? Ennyi? Ki csináltad a Janit? Ennyi. Ledózeroltam, hogy ki csinált. Nem dumál. Köszi, apu. Köszi, sziasztok, puszi. Hello. Jó, a héten még jöhet egy Sebestyén, meg egy Rákóczi. Figyelj, én nagyon sokat forgattam itt megállót, utána itt is aludtam, tehát lehet, hogy a gyermekeimmel is játszhatok majd. 20 évvel ezelőtt volt régi szombathelyi megálló forgatások, azóta már is ballagoltam. Valaki emlékszik a Balázsa? Találkozott vele egy ilyen forgatáson? Nincs véletlen, senki nem egy ilyen emlék. Klipet a Z Pluszba? Z Plusz megálló című sorba senki? Én, apa, én. Itt vagyok. Nem én, anyám. Igen. Anyám sokszor hívott, de nem küldted a gyerektartásról. Igen, és a feltűnően nagyfejű kisfiót, aki nézeget megvált a tükörbe, és fésülködik, nem lehet. Igen, persze, aki egy hajvasolóval és kluszkulcsal integet. Tiszta apja. Fia. Na jól van. Hát na, ennyi. Majd figyeljétek meg, majd Békés Csabán. Ennyi. Kicsinált egy 10 éves, ennyi. De puha vagy. Jó, de rokon. 7 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató.
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Szombathelyről, a Főtérről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hol a Jani, Feri? Ezt akartam mondani, én kijöttem megkeresni. Ki azonnal adjátok vissza a Janit. Kirakta el. Dob, kirakta el. Hova? Jaj, nem úgy. Hova tettél? Ezért olyat fogok kapni. Bocs, de Jani, Ferit látom, magamat látom, de nem látom. Nem tényleg, látom. Hol a nem Jani? Látom, Jani? Lehet, hogy már egy... Itt van. Lehet, hogy már egy zsiga hátsójában vagy csomagtartom, a kipeckelt szája lapul, és rabolnak el téged. Igen, ide jött egy nagyon kedves fiatalember, Zsigmond, és kérte, hogy másszak be a hátsójába. Te pedig bemásztál. Igen. Na, úgy gyerekek, kaptam egy... Igen, tiszta izgalom, mi? Igen, én vagyok. Állatsimogató, most ja. Kivételesen nem, de minden érdekes. Igen, kislányok, igen. Mondd, hogy a Balázs miatt. Igen, azt mondta, Balázs miatt. Gyerekek, sikerült szereznem egy kabátot, ronda, mint a bűn. Megint nem hozzá miért lenne? Jézusom, ne! Azt szeretném kérni, hogy most ne nézzetek oda egy darabig, amíg kijön. Jó, maradjon meg az emlékeitekben az a szép férfi, aki eddig volt. Oh, egy hostess lánytól, egy hostess Rhino lett leszedve szerintem. Ez tavaly még jó volt rá. Ez egy női kabát, de hülye, sosem volt rám jó. Mi van? Kellemes mellillatod van. Megkívántál? Na, gyorsan egy-két közlekedés ír, mielőtt eljátszanánk az első játékunkat. Egyébként csak mondjuk, hogy nem késő Szombathelyre kijönni a főtérre, mert hogy nagyon sok mindennel készültünk. Többek között egyébként egy csomó mindent azon az oldalon meg tudtok kóstolni. Aki megveri a tehenet, 5000 készpénz. Aki meglovagolja, aki betöri. Tényleg, aki betöri a tehenet, és csinál róla egy fotót, és elküldem morningshow.hu-ra, akkor 5000 forint. Nem, egy csomó mindent meg tudtok ott kóstolni azon az oldalon. Itt játékunk is lesz egyébként. És hát itt vagyunk mi élőben. Hát ja, ez a legnagyobb ajánlék. Laktózmentes Rudi nyami. Jézus. Én is mindig ezt mondom otthon. Csomagoljatok, legyetek kedvesek. Én is mindig ezt mondom, igen, laktózmentes Rudi. Nyami, na! Azt apák mondja, napja van, nem? Ma van, tényleg? Ja, ne. Ja. Azért te ma a napák napja. Ja. Erősen torlódik a Nagykörösi út befelé, azokát még nem tudom, de a Tesco felüljárótól lépésben halad. Sopronnál arra szólok, 5 kilométeres dugóban, micsoda pazarlás, ennyi üzemanyag pöfög a semmibe és semmi értelme. Babi néni, ó, drága Babi néni, milyen aranyos kis SMS volt ez. A kis környezettudatos. A kis környezettudatos, igen, de azért ősebb ringával ment, tudod? Ez a sok rohadt autós itt előttem, miért nem lehet haladni, tudod? Tönkre megy a környezet. De Babi néni, ön is autóval van. Jó. Ráadásul a férjem zírjével vagyok. Balázs, megkapom a bögrét, itt állok kékbe. Hol állsz kékbe? Hello. Igen. Már bejelentkezett a kislány, értem. Azt te honnan tudod? Mert nekem mondta. Ja, veled üzent? Aha, igen, én voltam a kis kengyelfutó. Megmondhatom neki. Hogyne, szólaltassuk meg őket. Sziasztok. A válasz nem. Hello, hány óra óta vagytok itt? Hát olyan 3/4-6. 3/4-6 óta? Atya, a Ferit láttuk, amikor jött. A Feri mindig nagyon korán átkozik. Miért? A Ferit meteorológiai véggömbről is lehet látni. Igen. Mindenki látja, amikor valami jött. Előnyöm nekem is kell, hogy legyen. Pedig azt hittük, hogy Andy lesz az első. Nem. Mindig Feri az első, bemegy a tojtövécébe, aztán felborul, mert nem tud kijönni. De tulajdonképpen, de úgy van, hogy én mindig előző este megyek be. Tehát most átmegyünk Fehérvárra, én rögtön bemegyek a tojtövébe, felborulok, és a kollégák reggel szednek ki. Többször kell érzed is, ugye? Egy kicsit büdös vagyok még. Gondoltuk, hogy a Balázs lesz az utolsó. Az csoda, hogy ő itt van. Csoda, hogy ide én itt voltam, igen. Csak nem vettek észre. Igen. Ki az, aki korábban érkezett? Ki az, aki a legkorábban jött? Hány órakor jöttél? 4:30. Azt még nem ja, ki van öt előtt? Jó. Képzeld, de volt egy olyan pécsi hallgatónk, ugye tavaly ősszel, aki 3-kor sétált, tehát gyalog a meccseken. Arra emlékeztek? Igen. 3-kor indult, vagy fél és háromkor. És már 2014-ben. Igen. Most ilyenkor jönnek egyébként ezek a nagy rálicitálások. Te mióta vagy itt 4:30? És te 4:05? Én el sem mentem, amióta itt. Portugáliából indult, Lisszabonból jöttem. Patagóniából jöttem át gyalog. Na, ki az, aki 5:30 körül érkezett? Senki? Nem? Nem vagytok ennyire lelkesek. Jó van, nem baj, nem sértődünk meg. Semmi most baj. Jó, akkor nagyon csomagoljatok, srácok, húzzunk haza. Tegyétek le az ajándékcsomagot. Bontunk, elmegyünk, igen. Azt mondja, jó, a bögre az oké, jó, megbeszéltük, de akkor tudod, hogy itt kellene 10-ig? Nincsen iskola, tanulás, munka? Érettségiző vagyok, úgyhogy szabad vagyok. Tényleg tudjátok már az eredményeket? Hát még nem. Semmiből? Nem, még nem. Puskázás volt?
Nem. Nem? Hogy képzeled? Meg még infóból még lesz érettségi, úgyhogy. Info? Az mi? Igen. Informatika. Ja, hát nem értem már ezt a fajta szlenget. Lassan 40 vagyok, bácsi vagyok, érted? Én ezt az infószlenget már nem értem. Puskázás, nem mindenki a mutyira építi fel a karrierjét, mint te. Én gyerekek, én rommá. Én amit tudtam. Nem követendő példa, látod? Nem szabad. Azt mondtam, hogy érettségiztünk matekból, sokszor elmeséltem. Emlékeztek el? Mit mondtam? Hogy leérettségiztél. Nem. Valahogy. Arra sem emlékszem, mint 5 perc előtt. Matek érettségén úgy érettségiztünk, hogy a fiú WC-be bevertünk egy százas szöget. Ezt halál komolyan mondtam. Bevertünk a fiú WC ablakára egy százas szöget, és van az az úszó, az a gyerek pecabot készlet. Az a gyerek pecabot készlet, amit feltekersz egy ilyen műanyagra. Azt leengedtük egy horoggal. Annyira primitív. Rettenetesen primitív. És akkor még akkor még bemutatták a matek érettségét 8 óra, akkor a feladványokat a zöld könyvből kaptál. És mi együtt voltunk egy kollégiummal. Egy kollégiummal összedobtunk pénzt egy műszaki egyetemes srácnak, aki a kollégium szobájába kidolgozta az összes matektételt, kiment az iskolának az udvarára, ami egyben volt a kollégium is az udvar, és erre a horogra fölakasztotta a papírt. Nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy bejöttünk a fiú WC-be, és felhúztuk magát a zsinort, a pecabotot, aminek a végén ott voltak a megoldások. Egy osztály megírta, én kimentem, beleraktam a WC-nek a lámpájának a gömbjébe, és tudtuk, hogy akkor jön a következő osztály. Kivette, körbeadta, visszarakta a gömbbe. És így ment át 3 osztály matek érettségiből. Ez már ilyen éretlenek sztori, nem? Ezt én nagyon sokszor elmeséltem, csak sose figyeltek rá. Kikérem magamnak, nem? Tehát ne is figyeljetek oda, ti éretlen, gyönyörű kis érintetlenek. A nővére még meg úgy érettségiztek le, hogy bevitt engem itt a frissen született csecsemőjét, és a fenekemre írta. És átmelenkáztat. Igen, és tisztába te. Hát most gyerekek, csibész voltam, mit csináljak? Hát most én nem tudtam volna megírni ezt a matek érettségét. Soha nem csaltál semmin, egyetlen egy vizsgán se, vagy egyetlen egy dolgozatnál. Dolgozatnál persze. Ja. Mi hol? Nem mi a dolgozatnál? Mi most a módszer? Mert ugye van ez a, hát egy ilyen félig szánalmas, egy százas szöggel is, egy zsebpecával. De működött! Most hogy csináljátok? Táska fel a padra, aztán telefon. De a telefon nem veszik el? De le a dolgozatnál nem. Nem veszik el dogánál? Nem. És használsz okos telefon, tehát ott lehet kint? Komolyan? Hát nem látják, hogy a toldatomon beteszem meg a hajam takarja. És akkor beütött, hogy nem tudom, Mátyás király Google. Én már itt megbuknénk. És akkor kiadja. Nem, hát van olyan dolgozat, ahol már benne vannak a telefonban ugye a megoldások, és akkor... Ez megint milyen analóg kérdés volt. Beütöd a Google-ba, hogy Mátyás király, de hülye vagy Balázs, de hülye vagy. Hát a kidolgozott tételeket elrakod és megcsinálod. Hát igen. Szép. Hová tart ez a világ? Elképesztő, és ezek fognak nekünk nyugdíjat? Nem. Jani, nem fognak. Elárulom neked, nem. Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, Feri már a jövőben valami reálisabban gondolkodik, mint én. Nem. Igen, ez mint nyugdíj, ez az intézmény, ez gyerekek, ez 10-20 év, és ez abszolút összeomlik. Nekünk már nem lesz nyugdíjunk. Nem, hát azt már lenyúltam. Hagyj, de vidám, beszélgessünk. De jó, na, mondjad. Laktózmentes Rudi. Húzza fel a slicem? Igen, és de előtte jól csutakozz le magad, mert látom, hogy tenk paszik. Bali, megkaphatom a bögrédet? Záhogyman vagyok, Ben küldte nekünk. Meg, gyere érte. Igen. Kint voltam a főtéren, de sajnos dolgozni kellett jönnöm, játszani se tudtam veletek, de hallgatlak titeket. Haj, de kár, itt volt elrobogat, már el is ment. Üdv, Laci, Székesfehérvár. Igen. Na, játszunk egyet? Játszhatunk is. Játszunk egyet, hát nézzük meg az első játékunkat. Nincs jobb, mint egy női hostess kabát egyébként. Tényleg ilyen női parfüm. Női parfüm illatban. De nem vág, az biztos. Nekünk már csak ez maradt. De édes vagy ebbe a kis cuccba. Isten, gyerekek, munkás lány. Léci, öreg pedó. Az öreg pedó. Igen, jó. Hát ez jutott eszembe nekem is, de nézd meg azért, és akkor már is egyértelmű a dolog. Ki lesz itt a játékos? Szia. Adrián. Hello, Adrián. Másik oldal. Roland. Dorina. Hello. Adrián egyedül van? Nem, ez Esztivel. Ja, az Esztivel. Ti milyen kapcsolatban éltek együtt, Adrián és Esztivel? Nem élünk együtt, mi barátok vagyunk. Barátok, persze, jó. Persze. Aha, én is ezt mondanám, de nem vagy jó az. Na. Balázs, te miért vagy napszemüvegbe? Tessék? Ott benne a kalitkában, miért vagy napszemüvegbe? Te látod ott azt a nagyon nagy fényes csillagot az égen? De 6 óra óta napszemüvegbe. Látod, hogy van egy rohadt nagy fényes csillag az égen? Azt úgy hívják nap. Nem. És ott bent sütött egész eddig a nap. Nem tudod elképzelni. Te minek jöttél ide, de tényleg? Nem, jól csinálja nekem.
Te látod ezt az árcetlit itt a szárán? Na ez így. Igen. Nehogy is nem. Neki jól áll, neki ez az image. Na most erre te is felveszed a napszöveget. Értem. Hát persze, de le akartad rólam betetni, vagy le kellett volna mennem hát, az üvegstúdióban? Most miért vagy napszemüvegben? Tehát, hogyha oda süt a nap, akkor értem, de amúgy... Tehát... Jó, mondd meg nekem, itt a rohadt nagy árpa miatt, ami ott. Igen, egy kevés a nap alszemem. Nem, fényérzékeny vagyok, drágám, tudod. De... Vagy te vámpír. Tegnap este meglehetünk. Ha kijövök a napra, akkor fényérzékeny vagyok. Értem, értem. Fényben járó. Na. Tessék? Lehet, hogy képted a minibárt. Egyébként abszolút, mert most azt mondom, hogy legyek filmesztelen, azt megértem, de hogy a napszövegem miért zavar, azt komolyan nem. Legyen már ez egy rovat mindenre, hogy kóstolgassunk Balázs. De én bírom. Tudsz csempézni? Nem. Nem? Nem. Miért nem? Ha nem. Mi rajtad ez a felső? Rajtad meg egy női van. Gatyát ki van szakadva, és te melegítőben vagy. Női felső. És női. Ez milyen tornacipő és a tiéd? Megfejelek, én fejelek. Női felső van rajtam, láttad? Látom szépen. Na, Látom szépen. Jó van. Elkezdjük jó. Ezt a játékot? Édám reggel szeretem. Kezdjék a lányok. Mit szólsz, Feri? Kezdjék a nagyon lányok. Nagyon jó ötlet. Ugye csempéznünk kéne, te lányok. Te hogy nézel ki? De most engem miért? Ennek neked növesztettem életem. Na azon, ugye, hogy választani kell valakit, vagy hármunk közül, vagy egy olyan képet, amin hárman vagyunk. Kit választott? Téged választott. Szeretlek, nyertél. Köszönöm, hol vehetem át az ajándékot. Nagyon szívesen kiraktad időre. Szétszettük a csempét, tényleg nagyon frankó föl vagyunk rakva a csempére. Annyira ezt profi. Kell ide fölrakjátok, de előtte össze kell szerelni a csempéző szerkezetet igen. Magát. Csak mondjuk el, hogy ezek hányszor hányos csempék, én nem tudom, 10-10-es jön is egészen. 10-10-es csempére Ferit felrakták, beleégették egyébként. Nagyon profi meg van csinálva. És kicsi apró mozaikokból kell nektek Ferit úgy kirakni, hogy lehetőleg a feje a vállán legyen, vagy a nyakán legyen, meg legyen a felső teste, és ezt egy adott idő alatt kell kirakni. Régen volt az a Freddy Bén is kis tologató-húzogató volt nektek, ilyen, hogy együtt hiányzott, és akkor itt tologatni-húzogatni kellett. Igen. Nagyon jó volt, itt van. Ferének két csempére fért rá Zacsia. Zacsi nincsen. Na. Zseniális. Ne stíröld az én Zacsimat. Ne, rögtön ide nézett, és így lenézett. Megnézted, hogy tényleg? Az inget néztem, hogy ugyanaz-e. Nem. A kabátján. Képzeld el életem, van több ingem is. Mit szólsz? Van ebből neki egy szent. De majdnem ugyanaz, mert csak egy kicsit más a kocka. De egyébként Feri tényleg ugyanabban a kabátban van, hát a kabát az ugyan, hát ez egy bőrkabát. Miért neked 50 bőrkabátod van? Minden napra más hozol? Ne, engem kóstolgatok az öltözködésemmel. Csak hogy az menő, tudod? Tehát, hogy ez egy menő. Csináltuk ezeket a fotók. Mondjad, mit akartál mondani? Már hogy nem hogy tudom, mert elfelejtettem, mert beleszóltál, Balázs. Na, indítjuk az órát, jó? Szerelem. Hol az óra? Tessék? Hol az óra? Hol az óra? Most már tényleg. A neked van párod? Van, igen. Nagyon. Hogy bírja? Bírja. Imádja ezt. Ezt, hogy állandóan cseszegeted? Igen, igen. Nem, mond már. Menő. De te, vagy, te hordod otthon a nadrágot, nem? Ő. Nem? Ő sokkal aktívabb, mint én. Még nálad is? Igen. Agy szoktatok verekedni? Nem, soha. Nem? Nincs nálad egyetértés van. Igen? Mióta igen. Vagytok együtt? 2 éve. Hát akkor most még megértem. És 18 éves a fiunk. Az kemény. Ugye? Igen. Hány évesen szültél? 6? Leasingelem, de nagyon szeretem. Nagyon jó. Hát akkor már nem sokára kirepül, és újra szabadok vagytok. Igen. Az jó. Igen, nagyon jó. Az jó. Na jó van, akkor kezdjünk el játszani. Hm? Oké? Okay. Lányok, össze tudjátok rakni, hogy hogy kell egy ilyen csempéző hogy? Dolgot összerakni? Na. Nem akarjuk egyszerre játszatni őket? Vagy játszatjuk egyszerre. Hát ez egy ilyen játék, egyszerre. Egyszerre. Na, a szabály ugyanaz, jó? Így találtuk ki ezt a játékot. Tehát nem kezdeném el újra mondani a játékot, indíthatjuk az órát. Azon az oldalon kit raktok ki? Hát szerinted? Nem szerinted tudom. Kit raktok ki? Kit raktok ki? A Bocskor Gábor. Oké, 3-2-1, tessék. Na. Na. A lányok nagyon jól csinálják, mert ők először Ferit kirakják magára a fürdőszoba a kőre, hogy lássák, hogy kell felrakni. Full profi. Aha. Hogy hívják játékosainkat azon az oldalon? A lányok, ott pedig egy pár van. Aha. Vagy úgy. Na és srácok, szereztek fugázni. Úristen, te ennyire Dorina. Profi vagy. Dorina? Adri és Eszter. Ez mi? Adri. Azért mondom. Ez csak még ezt rá kéne ez tenni. Ez egy mosdókagyló. Csak mondjuk. Ekkora mosdókagyló van, olyan, mint egy madár. Vedd ki, és előbb rá kéne tenni, nem fog úgy rámenni. Mondjuk el, hogy közben mi történik. Játékosaink egyelőre még nem tudnak elkezdeni csempézni.
Van, aki már egyébként a falat fújja, az jó a ragasztóval, az egy egészen jó vonal egyébként. Tehát, hogy azért mondjuk, Roland, valljuk őszintén, Roland nem először csinálja ezt, vagy pedig ösztönös. Elkezdtünk csempészni, mi is csak gondolom. Gyerekek, a szépségre is figyelni kell. Lányok, összerakták a lányok a kinyomó szerkezetet, amivel ugye a remek ragasztóanyagot fölviszik, és már... Fenn vagy, Feri, már fenn vagy. Már még csak az altesten. Fenn van az altested a falon. A másik oldalon, hogy állok? Aha. El ne roncsatok. Csak mondom, hogy egyébként Palásban már fölraktak nettó 200 ezeret ruhában. Figyelj. És figyeljetek! 3, 2, 1 és Rolandék kész van. Hát ennyi. Rolandék megvannak. Kész vannak. Rolandék figyelj, megvannak. Nem zavar, hogy tiszta festék, nem vagy izé ragasztó a zakó. Na, retroltelek volna esetleg. Aha. Kis fugász. Lassú víz. Fugász ki a Balázs, légy szíves. Fugász ki, persze. Rólad megkérdezte, ki is fugázzunk, Balázs. Hallod, gyere hátra, ki fugázz. A pici nehezítés volt, hogy a Feri 33 darabból áll, mert méretarányos. Apró mozaikból kell kirakni. Oh. Na, csak közvetítsünk, hogy mi történik. Nézzük meg Ferit, meggyalázták a csendőrséget! Feri nyakából kijött egy kis ragasztó, és ezt hát megpróbálták egy picit elkenni, ezért Feri kép egyre rosszabbul néz ki. Szerintem hagyd így, inkább jó lesz most már. Mert itt volt egy kis kosza kabátján, csak azért. De aranyos vagy, ezt én is láttam. Tök, abszolút igazad van, persze. Akarsz ilyet a fürdőszobádba? Igen. Nagyon. De szeretlek. Komolyan? Nem, csak újat nem lehetne, mert itt már na, kicsit... Most már mindegy. Tényleg ebből nekünk ez az egy példány van, vagy ebből van egy sok? Persze, és minden nap levés. Tele van a sátor ezzel. Jól van. Nem. Oké, megvannak a nyerteseink, szerintem Rolandiknak adjuk át az ajándékcsomagot, mert baromi ügyesek voltak. Már is érkeznek a mi lányaink az ajándékcsomaggal. Lányok, fel a fejjel, ez most nem sikerült. Megfejük a tehenet. Igen, nem azon gondolkodom, hogy ezzel az ajándékkal az a cél, hogy járja körbe, mint a boxmérkőzéseken a topless lányok, vagy ezt miért adtál a kezem? Jó feneked. Még nincs, de majd dolgozom rajta. Gratulálunk, ez az ajándék. Tessék, egy 100.000 forint értékű hideg burkolási termékutalvány. Abszolút. Valaki azt mondta, hideg burgol utalvány, melegen ajánljuk. Tök jó szlogen. Írja föl, a szponzor írja föl. Igen, hideg burgolói ajándék, melegen ajánljuk. Ja Istenem, nem érzem magam annyira rosszul ebben a női kabátban. Sőt. Én semmi meglepőt nem látok benne. Szerintem jól áll, kicsi, én úgy érzem. Igen. Lányokban volt vitamin, nem? Volt bennük. Volt. De picit meg is fogott, nem? Hogy az elején nem erre számítottál. Hát azért ennél már kaptam keményebb kérdéseket. Miért van rajta napszöveg? Igen. És miért van rajta nadrág? Meg is picit fura volt. Valami régi ős ilyen sértettség árad belőle egy picit, mint hogyha valami kis affératok lett volna pár évvel ezelőtt. Voltál itt a megállóval? Megállóban, 18 éves a gyereke, csak mondom. Tehát időben egyébként abszolút kijön. Igen? Hát, számolj vissza. Hát 18 éve abszolút. Abszolút kijön. DNS vizsgálat? Nyálból. Igen. Csaba kérdezi, hogy barna csempe rózsaszín fogával van. Csaba, ha kijössz Székesfehérvárra, akkor szerzünk. Szerzünk neked. A végén ebből egy azért egy szertet kérjünk majd. Én nagyon szívesen hazavinnélek. Marha jól néz ki, nem? Tök jól néznek ki ezek van a csempék. Például, aki nyilván lehet ilyet csináltatni, hogy föltennéd saját magad a fürdőszobába? Hát szerintem az elég elvetemültnek kellene, beteg. Azért nem a saját az magadat beteg. Rakott föl csempéből a fürdőszobába. Én azért kérnék egy szett Gemma Jamesont. azt még egyébként inkább, igen. Na, egy nagyon helyes kis témával készültünk 7:30 utára. Várunk esetleg SMS-eket, ha szeretnétek hozzászólni, mert... egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki környezetében megtalálható, amikor is nem tudsz elég nagyot mondani, hogy ne jöjjön az ügyeletes kolléga, akinek van sokkal jobb vagy sokkal nagyobb sztoria, mert felmerült itt még esetleg ugye pénteken, hogy ki elvágta az ujját, levágott belőle egy kisebb kis húsdarabot. Egy kilós jel. És Feri megkérdezte, hogy nem ér el a manduláig. Feri megkérdezte, hogy van. Viki mondta, hogy át kellett kötni a kezét, de hogy minden rendben van. Majd megérkezett a mi Lacink, aki azt mondta, hogy az semmi, mert ő amikor viszont elvágta az ujját, akkor igen. Akkor viszont egy körfűrésszel majdnem, hogy csuklóig vágta a kezét. Így van. És rájöttünk, hogy mindenki társaságában, ismeretségi körében van egy
sokkal nagyobbat mondó ember, akinek nem tudsz olyan történetet elmesélni, hogy neki ne lenne valami sokkal durvább. Ha valakidet elvesztetted, ő azt mondja, 100 ilyet vesztette. Ha valamidet nem találod, ő minden nap elhagyja. Összetörték a kocsidat, neki tankkal mentek át az autóján. Ha esetleg, nem tudom, bringasérülés szenvedtél, beverted a fejedet, az semmi, ő 10 hónapig feküdt az intenzíven úgy, hogy nem bringával ütötték, hanem harckocsival mentek át mire megtalálták, és ellátták a semmit. Patakparton étlen szomjan. Vagy egy barát, vagy egy ismerős, vagy egy anyós, vagy egy kolléga mindig übereli azt, amit mondasz, és ha kicsit gondolkozunk, tényleg mindenki környezetében van egy ilyen ember, igen, aki úgy indul, hogy az semmi. Nem tudsz neki olyat mondani. És sztori érzékeny, ahogy meghallja, hogy valaki történetet mesél, ő már pattan is fel a székem elől, és már megy oda, és alig várja, hogy befejezd, hogy kirakd a virtuális pontot a mondatod végére, és ő már kezd is bele, nem is érdekli a te történetet. Hát olyan, hogy visszakérdez, és nála a te sztorida, arra nem létezik. Ha elhagyott a szerelmed, őt 5-ször hagyták el sokkal durvábban. Ha találtál egy pénztárcát 500 000-rel, ő biztos, hogy talált egyet tegnap 1 millióval. Ha 1 órát álltál a dugóban Balaton felé, ő múlt héten 3 órát állt a dugóban. Ha te elvesztetted egy 5-ös kitöltött lottószelvényt, amint teli talált, akkor ő az eurolotton veszítette. És nem tudsz neki olyat mondani. És egy idő után tényleg már mindegy is, hogy mit mondasz, nem a történeted érdekli, hanem az, hogy überelni tudjan. Na, ezeket keressük. Az ilyen embertípust, ezeket a hallgatókat, jó? Írjátok meg nekünk, hogyha van a környezetetekben ilyen, akinek tényleg baromi nehéz elmondani egy történetet, mert biztos, hogy reflexből, csípőből visszadob egy sokkal durvábbat ugyanebben a témakörben, írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki ő, és pontosan mivel próbál benneteket überelni. És megsemmisülve állsz, mert úgy várná, tényleg, ha ilyen tragédia történik, ez az elvágod az ujjat, vagy igen, úgy várnád, igen, hogy egy picit valaki együtt érzi. Mondjam már, menjél már! Én a derékból szakadtam le 2-szer, mint a 2-szer rosszul voltak, mint az arcom nézett a seggem irányába. Igen, azt írjátok meg, hogy mi volt az alaptörténetetek, és azt ő mivel próbálta überelni, tényleg? Tehát, ha te kicsit hárman adtak transzfúziót, hárman, és mind a hárman elsorvadtak. Igen. Ha te kicsit levágtad az ujjbegyedet, ő biztos, hogy stílfűrésszel a bal karját vágta le, és majdnem elvérte. 4 ujjam szakadt le, mind a 4-et a középsúlyamra adták vissza. 60 centi hosszú volt, az az egyetlen ujjam. Na, ezt próbáljátok körbeírni. Mi volt az alaptörténet, és mivel próbál benneteket az illető überelni? Higgyetek el, mindenki környezetében van egy ilyen ember, akinek nem lehet. Nem lehet elég jó sztorit mondani, hogy ne legyen jobb, jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csak én melózom, látjátok? Ennyi, ők népszerűsködnek, érted? És ennyi a munka szeretete, az alázat. Az. Helyetted vagyunk kint, csak mondom, mert téged kéne. Erőt, egészséget. Éljen a nép, a párt, a haza. Ki az? Itt bekopogtak nekünk, ja, elő. Szeret, ja Istenem. Csak mondjuk drága hallgatóinknak, hogy érdemes a helyszínre jönni. Leginkább egyébként Szombathelyre, ez fontos. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hova mentek. Igen, tehát főtér az oké, de még főtér, a Szombathely. Főtér, valaki írt a harmadik kerületből, itt vagyok a főtéren, nagyon jó, nem ott vagyunk. Tehát a Szombathelyet azért próbáljuk becélozni, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon jó kis nyereményeink vannak. Ugye a 100 000 forintos utalványt már elvitte a nyertesünk, de lesz még majd egy általunk nagyon kedvelt és nagyon szeretett, már előre meglehetősen sok humor forrás tartalmazó tehénfejű játékunk. Zseni lesz. Zseni lesz, így van, aki ügyesen tud tehenet fejni, aki rutinos, az jelentkezhet majd a játékra, ugyanis aki adott idő alatt több tejet fej meg ebből a kis tehénkéből, az elviheti azt a hűtőszekrényt azt a hűtőszekrényt ott mögöttem, tele. És tele. Tejjel. Illetve tejtermékekkel. Tele tejtermékekkel, így van. Nagyon jó. Azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy aki rutinos a tejfejé, vagy a tehén fejésbe. Tehát, hogy így van valaki köztetek, aki életébe fejt már tehenet? Tényleg van olyan, aki valaha fejt már tehenet. Van, hát Jó. Csak így gondolkodtam, hogy egy városban nyilván már nem mindennapos, hogy az ember a friss tejet így keresi meg, de akkor itt van 4-5 ember, tök jó. Nagyon jó. Lehet majd gyakorolni a klasszikus bütyökfejést, ami a nevével ellentétben nem kapcsolódik hozzám. A bütyökfejésre itt van János, próbáltak, csak szeretettel. Na, ugye egy érdekes dologról beszélgettünk, észrevettünk egyfajta jelenséget, és rájöttünk, hogy valószínűleg ez minden társaságban, minden családban van, már maga a jelenség, és van egy ilyen ember, mert hogy
ugye van az a típus, akinek ha mesélsz egy történetet, akkor ő azt mondja, hogy semmi, mert neki van sokkal durvább. És hát az SMS-ek bizonyítják, hogy tényleg minden családban, minden munkahelyen, minden baráti társaságban előfordul legalább egy ilyen ember, akinek nem tudsz elég komoly, kemény történetet mondani ahhoz, hogy ő egyébként ne látott volna, hallott volna, tapasztalt volna valami sokkal durvábbat. Ha elvesztetted az ujjadat, kettőt vesztette, ha a lábadat, mind a kettőt elvesztette, ha a fejedet majdnem, akkor ő kettőször látott olyat, aki kétszer elhagyta majdnem a fejét. Szóval, hogy ha, semmi, az én anyámat két darabból kellett összevarni, amikor megszült engem szájon át. Igen. Nekem a nagymamám volt ilyen betegségekben nagyon profi volt. Még a prosztatája is jobban be volt gyulladva, mint a fateromnak. Ha mondtuk neki, a válasz, hát még nekem. Én fogtam egy 12 kilós gyönyörű nyurgapontyot, mikor megláttam mellettem lévő horgász, csak annyit mondott, ez semmi. Én tegnap akkorát fogtam, hogy csak a fényképe... Csak a fényképe volt 13 kiló. Új, de rossz duma, úristen. Azt is küldtem. Háromszor villantottam a vakuval, mire egyszer bevilágítottam. Gyerek farsangjára készültünk, minden nap más talált. Kimeséltem a kolléganőmnek, milyen nehéz kitalálni jó jelmezt, mert a gyermek mindig mást akar. Erre ő az semmi. Az unokája iskolájában egész héten farsang lesz. Minden nap... Egész évben. Minden nap be kell öltözni 5 napon kezd. Egyel nappal jelmezbe kell majd jár. A tanárok is, a gyerek mindenki jelmezbe jár. Hát pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, igen. Az én kedves ismerősömnek elég csak megdicsérni a Nike Air Max cipőjét. Ő már szemreben és nélkül mondja, hogy ilyen színű, pont ilyen méretű, ilyen stílus, csak egy van neki az országban. Senkinek nincs hasonló. Méretre varták neki. Egy ismerősünk mesélte, hogy milyen finom a tokai 6 puttonyos, mire valaki a társágból azonnal rávágta, hogy a semmi, ő már a 7 puttonyosat is megkor... Ő a legjobb. Ő a legjobb. Ugye tudjuk, hogy nincs 7 puttonyos, de hogy ő megkóstolta 7 puttonyosat, mert a 7 végén neki futunk a 8 puttonyosnak. Nem, az karácsonykor mondjuk ki. Az ünnepre van a 8 putton. Zseni. Páromnak eltört a bokája, úgy volt, hogy műteni kell, erre a barátja a semmi, neki volt 3 nyitott szívműtét. Most vesetek alattamon túlélte egy sztrókot, és a jövő héten műtik sérvel. Jézus. Orvosi papírokat is csináltatott magának. Jó, hát ezt ismerik egyébként, most tényleg cukik aranyosak, de azért, amikor a nénik összejönnek például egy rendelőben, és kint ülnek a padon, és beszélgetnek. Jaj, Kerikém, ne is mondja. Hát, a múltkor, amikor bekentem vietnámi balzsammal a nyitott szívcsakráma, és egy pici ment a csúnyába is. Úgy csípett Erikém egy hígig. De nem mondom, hogy rossz volt. Ma megyek és megint bekebem. Azt mondja, hogy katonaként egyszer voltam 10 nap fogdán. Meséltem a haverjának, aki persze mindig sokkal durvább dolgokat mondott, hogy vele sokkal durvább történt. Ezt mondta, 10 nap az semmi. Én egy teljes hétig voltam ott. Volt egy osztálytársam, akinek egyik reggel meséltem a sulimám, hogy majdnem elütött a villamos. Épp, hogy elugrottam, mire odajött Krisztián, hogy az semmi. Ő epilepsziás rohamot kapott a zebrán, és átment rajta egy busz. Ezt tűberelt. Az ő jelenlétében senki nem szeretett mesélni, de egyébként tényleg így van, hogy ott van az a típusú ember, nem akarsz az ő jelenlétében elmondani semmit, mert tuti, hogy jön egy durvább. Nem most ott van Kriszti. Igen, elütött majdnem a villamos, az semmi, epilepsziás rohamom lett az ember, átment rajtam egy volánbusz. Persze. Azt mondja, az én főnök asszonyom mindig nagyot mond, 3-mal el kell osztani mindig. Amikor a pénztárcát veszi el valaki, akkor az ő férje évente veszti el valaki, akkor az ő férje 3-szor mindig elveszíti a pénztárcát, de nem is akár, ugyan mindig utána hozzák a mezőről, az utcáról, a kocsmából. Mindig szerencséje van. Kaptuk SMS-be. Volt kolléga a saját maga történetére, mondta fél óra múlva, az mint semmi, és elmesélt egy még nagyobb történetet. Azt mondja, hogy a volt osztálytársa a Nagy János padlásán egy második világháborús német tankát, mert az én 1900... Jó, jó, jó. Azt mondja, hogy édesemámat hoztuk a kórházból a prostata műtét után, anyusom közölte, ismeri az érzést, ő már túl van egy ilyenen. Anyuka, de drága. Sziasztok, engem elütött egy vonat, 50-en haltak meg rajta. Jézus, volt egy ismerősöm, aki mindegy, hogy milyen történetet meséltél neki, biztos, hogy ismerte a történet egyik szereplőjét. Egyszer kitaláltunk egy fiktív nevet, elmeséltük, még azt az embert is ismerte. Meséltem a barátomnak egy régi balesetemről, mire ő előadott egy történetet, hogy lezuhant egy repülőgéppel, és csak ő élte túl, és neki kellett kimenteni a túlélőket.
Azért. Igen, a kettővel a hónom alatt, egyel a fogam között, hárommal a hátam. Mentem keresztül a dzsungelen. Így van, csak égtem. Ígért rajtam a kerozin. De én csak hordtam kifele a sebesülteket, mind megmentettem. Az semmi, nekem 4 nyitott címűtéte volt, altatás nélkül Ádi küldte. Meg 3 világháborúban harcoltam, mind a 3-ban megsebesültem. Igen. Na jó van. Hát szóval kiderült, hogy minden társaságban van ilyen ember egyébként. Ugye? Aki tud egy kicsit. Tud egy kicsit nagyobbat. Köszönjük te. Rohadék. Semmi, egy 100-as szöget vertünk be a falba. És egy zseppecával húztuk fel a matek tétel. Az a baj, hogy ezt már elmeséltem nektek ezt a történetet, csak nem emlékeztek. Nem, te nem emlékszel. Nem, mert akkor 50-es szöggel meséltem. Semmi volt. És egy rendes horgázmot volt. Ah, gyerekek. Most mit csinálják, ha egy év alatt több minden történt velem, mint az elmúlt 10 évben veletek? Hát most nem, az én gimnazista éveim azok elsuhantak. Unatkozunk is marára. Elröppentek. Csak úgy rohantak azok a gimnazista éveim. Tudjátok, sok jegyzőkönyv maradt utána. Ez az a rendőrségi feljelentés. Amikor az a téma, hogy ki tud nagyobbat mondani a másiknál, ugye? Gyerekek, mindenre van sztori. Na játsszunk egyet, jó? Jó. Jöjjön a játékosunk. A kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol. Halló. Hello, Timi vagyok. Timi, hello, Timi, jó reggel. Timi, honnan sziasztok. Jöttél hozzánk? Szombathelyi vagyok. Milyen fura itt Szombathelyen. Uh-huh. Igen. Meglepett. Milyen eredeti. Meglepett. Timi, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Eladó vagyok. Hol? Egy zöldségboltban. Egy zöldségboltban. És most elengedtek, vagy nem kéne már ott lenned? Majd megyek. Ja, hánykor nyitok, vagy hogy van amikor ez? Amikor akarok. Te nyitod a boltot? Igen. Ó, hát most ott állnak az idős nyugdíjas nénik, hogy ütik a boltot, hogy mandarin. Primert akarok. Timikém, hogy az eppet kilója? Banánt kérek, banánt. És be van zárva a bolt? Nem, a fáron van. Ja. Ó. Banánt, az semmi, én 2 ananászt kívül. Egyiket a csúnyába, hogy nagyon nehez. A párod beugrott? Alkalmi zöldséges most? Ő is mindig ott van. Hát ilyen egy rendes és ember. Hogy örülsz neki a hangod alatt? Ki segítette őt? Nagyon rendes vagy. Már igen. Vagy ő téged. Uh-huh. És akkor ki az a fiú, akivel jöttél viszont? Ő egy barátom. Aha! Tudja ezt a párod, Timi? Minden itt neki. Persze. És ez saját zöldséges? Igen. Megy a biznisz? Megyeget, igen. Mi az, ami most nagyon megy? A krumpli. Eper. Az eper, egyébként tényleg most ez olyan. Az eper. Érdekes egyébként, hogy azt mondják, hogy elfagyott az eper, meg nincsen belőle, és mindenhol eper magyar, vásárol. Hát mert a magyar eperből nincsen. De olyan magyarból. Felirat szinten minden ott van, hogy magyar eper. Aztán amikor jobban megkérdez az őrcséget, elmondja, ne abból aranyom, az görög. Magyar eper származási hely Görögország. De mi volt már olyan, hogy valaki megkóstolta, és azt mondta, hogy ez bulgár eper. Nem, csak szeretném tudni, érted, hogy görög eper, akkor azt írják rá. Ha mindig ilyen magyar, ilyen hívószónak írják, és azonnal azért nyúlsz a magyar eperért. Így van ez? Így van. Ti is csaltok? Nem. Ja? Hát dehogy nem, ilyen nap. Hát persze, számlát se adunk. Mit vártál? De elmondja, hogy ti is csaltok, persze. Volt már olyan. Na, Timi, szokott neked menni ez a játék? Igazából nem én jelentkeztem, hanem a barátom. Te király, amikor... Tényleg? Nagyon jó, tényleg? Na, hát akkor most beszélgessünk vele egy kicsit. Te ki vagy? Én Bence vagyok. Zöldséges? Voltam, igen. Ej, egy kiugró zöldséges. És most mit csinálsz, Bence? Most szabadúszó vagyok, bár nem tudok úszni. Aha. Menő. Tényleg nem tudsz? Fizetnek érte? Hát most nem. Bence, tényleg nem tudsz úszni? Tényleg nem. Komolyan? Aha. Jani se? Én se, képzeld el. Járhattok együtt. Elmennétek a körösre egy ilyen kis evezős túrára, és beborulnátok, azért bajban. Lehet, hogy egy kicsit para lenni. Ketten azért ott bajban lennétek. Én mindig megállok az úszodáknál a lábmosónál. Igen, segíts Bence. Mence, és mivel foglalkoznál? Vagy munkát keresel most éppen? Jogsit csinálom éppen. Jogsit csinálsz? Meg németet tanulok. Fénymásolóba? És el kell mindenkinek tudni. Hogy megy a jogsi? Alkulgat, fogjuk rá. Ez még nem ütöttem el senkit. Nem úgy érted, ez az alkulgat fogjuk rá, ez úgy hangzott, mintha a Kresszből most hasaltál el volna a harmadszor. Nem, az megvan, már vezetgetek. Komolyan? Ja. Oktatóval vagy oktató nélkül? Nem, minek az. Ez a vezetgetek, ez hogy kell elképzelni? Tud róla az oktatót? Tud. Igen? Ja, néha megparáztatom egy kicsit, de... Az mit jelent? Hát...
Nem állunk meg a stop táblánál. Volt már ilyen, igen. Főraksz a motorháztetőre egy nyugdíjas néni. Hirtelen fék, stb. Bence, most kellett nekünk ez a néni, mondd meg végben. És van még egy egészségügy, meg műszaki, ilyenek mi külön műszaki vannak? Műszaki az nincsen külön az egészségügyben, vagy micsoda. Egészségügy, vagy minden, elsősegély, bocs. Igen. Egészségügy, vagy micsoda. Aha, hát itt még azért vannak hiányosságok. Az elsősegély vizsgámon mondták azt, hogy tanulja meg, hogy milyen stabil oldalfekvés, mert mindenkitől azt kérdezik. Azért ez milyen komoly vizsga lehetett, nem? Semmi, ha torkodon akad valami, és nem érdekel senki, semmi, mi a stabil oldalfekvés. Mutatom. Na, oké, és akkor most ki játszik? Te játszol, Bence? Timo játszik. Tessék? Timo játszik. Figyelj, játszatok egyszerre. Lehet ez egy ilyen közös játék. Jó? Mondjad? Nem kapsz, milyen olyan fülest kapsz, és csak kapsz, kapsz vegyük akkor ezt fülest, le. Persze. És bújjatok össze. De a lelkesedésetek az minden képzeletet felül. Az a játszol ő. Dehogy játsz. Hagyjál már, miért játszani? Dehogy is, majd ő játszik. Na figyeljetek. Mit szeretnétek? Azt mondja, hogy játszani. Van... Játszani. Közbence. Szíves. Azt mondja, hogy van állatunk, van városunk, van híres emberünk, szólásmondás és tárgy. Mindig ugyanaz van egyébként. Mindig ugyanaz. Tehát, hogy tessék? Állat. Legyen állat. Jó. Legyen... Timo kicsit utálja ezt a játékot, nem? Már menné nyitni, vagy mi van? Nem. Rohadtul feltartatok, fiúk, már én nyitva kéne lenni a boltban. Már adtam volna 500 krumpli. 30 kiló epret. Igen. Na, az állatot mondtál biztos? Igen. Oké, indítjuk az órát. Jó, indul az óra. Figyelj, így szól az állat. Révened. Ó, de nevés. Ennyi! Ez hát az! Ennyi! A szombathelyi fül. Ennyi! Köszönöm. Ezt így kell csinálni. Ha az egészségügy vagy micsoda is így fog menni. Ha ilyen jól vezetsz, amilyen jól játszod ezt a játékot, akkor a szombathelyeknek nem kell félni. Van egy nagyon szép ajándékcsomagotok, jó? És? Hát, és még mitek van? És még mitek most van? Most lesz bajotok egyébként, mert ez egy két éjszakás wellness kényeztetés, de két fő részére. Aja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 j
minden idő. Termál Hotel és konferencia szállodában, az Őrség kapujában. Timi, Timi, kivel mész? Hát a párommal valószínűleg. És te kivel mész? Én nem megyek. Aha. Egy úriember. Látod? Na, ennyi. Egy úriember. Hát már csak baj lenne belőle. Abból nagy baj. Abból nagy kavarodás lenne. Köszönjük, sziasztok, ciao, puszi nektek, hello, köszönjük szépen. Hát, Timikém. Hát így még szép nem örül senki. Neked. Este, de már hogy bejött játszani. A játékköröm az egy fontos része a játékköröm. 7 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás. 2016. Élőben Szombathelyről, a főtérről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Szombathelyen. Hello, drága szombathelyiek. Csak a humor, mi Feri, csak a humor. Csak a Janinál. Itt vagy? Eljárt, ezen mindig nevetnek. Feri eljátszott, hogy rossz ajtó megy ki. És... De imádták. De figyelj, hát nézd, ugye milyen jó volt? Az oké, hogy imádják, de hogy te ezt mindig elsütött. Én szeretem. A következő, én egyszerű gyerek vagyok, tudod. Feldobod a hangulatod egy műesés? Igen, én egy egyszerű fiú vagyok, a nép egyszerű nyelvén értek, és ők is az enyémen. Hát. Utoljára ilyet Öcsi Bohóctól láttam 8 alatt. Nem, Öcsi Bohóc ennél jobb volt egyel, nem csinált ilyet. Öcsi Bohóc. Feri direkt rossz ajtó ment ki, és neki ment. Szerették. Én rájöttem, te miért vagy már népszerű ilyen haknikon, meg ilyen céges műsorvezetéseken, mert ezeket imádják az emberek. Hát persze, mit gondolsz magam szórakoztatására? Megbotlasz a lépcső, hopp, úgy csinálsz, mindenki leesik, de mégsem. És ilyen, mutatom, így összeakasztod a ízét, látod? De én ezen már 10 évesen sem tudtam röhögni. De te nem, mert nekik tetszett, ugye? Nézd meg, imádják. Ugye? Igen, a Ferinek ez a bája egyébként. Semmi, hát itt te meg dolgozol itt agyban, érted? Ez nem kell. Minek? Egy jó műves, és meg vagy. Menj ki egy rossz ajtón. Lufi fújás, ezekkel, tudod? Lufi fújás. Azt még szerettem, a lufi fújás nem volt. Az nem volt rossz. M5-ös bevezető a bevásárló központtól befelé áll. Kitti küldte nekünk. M0-as Megyeri felé elesett. Audi TT klub küldi.
Hegyes Halomnál vagyok, kifelé 20 perc a várakozás. Miért szivatják most a magyarokat? Mi a Hegyes Halomnál? Hát keresik most? Keresik a menekülteket? Tegnap valami, tegnap valami 10 kilométeres dugó. Keresik a menekülteket? Így van. Igen? Így van, mert most az van, hogy új migráns útvonalat vélenek felfedezni. Jaj. Németországban most már Ausztrákien keresztül fognak menni. Ezt mondta. És akkor keresik a csempészeket. Osztrákiai, nem tudom, valaki az osztrákoknál mondta, és most ez van. Igen. Mindenkit átvizsgálnak, tehát ha látják, hogy például mész egy, mit, egy Fiat Tipóval négyen, amiben effektíven nem fér be több ember, akkor megállítanak és szétszedik az autót. És mondják, hogy tesó, nézd már meg, itt négy magyar állampolgár, mert nem baj, akkor is megnézzük. Igen. Átnézem, na, most mert hallottam, hogy tegnap nagyon nagy dugó volt. Óriási dugó volt tegnap. Csak találnak 10 kilométer. Már valakit. Pistek, te vagy a legfüstösebb pofaj, mász már rajt. Elképesztő egyébként. M5 és 44-es kilométernél mérik a Budapest felüljövőket, kis bukta küldte nekünk. Köszönjük szépen, budai pesti alsó rakparton lassú haladás, kis bukta nevet nagyon szeretem. Tehát ez önmagában is nagyon jó. És azt mondja, hogy a Nagykörösi úton befelé az Ecseri úti felüljáró előtt egy sáv le van zárva, már most alakul a sor. Ezt Viki küldte nekünk. Diósdó után a régi hetesen nagy a sor, mert vágják az út melletti füvet, és az autójuk kilóg az útra, kerülgetni kell, leparkolhatnának rendesen. Hát átadtuk az üzenetet, hát a hallgatnak bennünket. Volt egy nagyon jó kis intermezzo itt, nem tudom, mit jelent a szó, remélem nem valamilyen kávéfajta Olaszország, hogy csak Ferihez kapcsolódik egyébként, mert találkoztam itt egy nagyon kedves kislánya, nagyon tetszett, amit mondott, azt mondta, hogy figyelj, hozzám a anyukám egy hogy hívják, ilyen autogramkártyát, mert 2014-ben, amikor voltunk a Feri, aláírni. Légy szíves, ez mindenképpen írd alá, mert rajtad marad. Ezt a kettőt. Sírtam tőle. Véletlenül nem vagy ott az egyik oldal, mert mindig az szokott lenni, és utána tényleg lecsesztek, hogy mondjuk ugye mi dedikálunk a Janival ezen az oldalon, a Balázs véletlenül kimegy egy nap egyszer a másik igen, oldalra. Igen, akkor abban a pillanatban. Fölborul a tér, oda megy mindenki, ami nem baj, tehát mi nem vagyunk aláírás irigyek, csak utána lecsesznek bennünket a Janival. Na, nem jöttél ki? Egész reggel kit voltam. Egész reggel, na ez van. Figyeljetek, tényleg, tegyük már azt a rohadt mobiltelefont. Menjünk ki hozzá, menj, szólalt a sorokat. Ez most már engem, ez annyira idegesít. És mondom, várjál, hogy ez nem csak az én problémám, mert nemzetközi szinten most már azt csinálják, például Németországban nagyon sok olyan baleset van, hogy a gyalogos nézi a telefonját, így megy, és elüti az autó. Ezért a piros lámpát ide leteszik az úttestre, a gyalogátkelőhelyen. Nézd meg, most jó, most fotózol, most persze rögtön átállítottuk. Itt áll, eljön a Morning Show kitelepülésre, és cseszteti a telefonját. Mit csináltál vele az előbb? Csak képet csinált. Nem képet csináltál, láttam, hogy nem azt csináltad, mert a kockatkövet nem fotózzuk le. De. Hogy hívnak? Ja, tényleg. Hogy hívnak? Barbi, ne haragudj a bácsira, már picit öreg, idős, már nem érti a technikát, hogy mit kell csinálni ezzel a telefonon. A bácsi felett eljár picit az idő. Barbi, ne haragudj azért. Nem értem ezt az egészet. Itt is volt, te is az előbb. Ki? SMS-eztél, fogadjunk. Nem. Mondjuk ja, ottan, azt mondja, ő SMS-t. Mondjuk ott, lefotóztam. Ekkor, azt mondják ott, ekkor embert még nem láttam, lefotóztam. Óriás van itt a télen, óriás. Most nem azért jöttél, hogy itt bennünket nézzél, legyél velünk, együtt élj a műsorral, és erre SMS-ezel. Megküldtem. Mit küldtél? Most Zalaegerszegről jöttünk. Te küldted az SMS-t? Na látod, én vagyok az, aki az SMS-ekkel foglalkozik. Bekamúzza, hát nem is láttam. Láttam, most akartam megkérdezni, hogy Zalaegerszegről jöttél a barátnőddel, mi ilyesmi volt az SMS-ben? Igen. Hopp, köszönöm. Bali, ne, de hát, jó vagy, mert, de ez mert tényleg amíg ők futtatják magukat, én olvasom az SMS-eket. Nem futtatjuk magukat. Most mondta el, hogy Zalaegerszegről jött, és itt áll mellette valaki. Hát én is bekamúzom ja? Azt, és aztán én állottam. Csak nem azt írja, te ugye egy lány vagy, és a barátnőddel jött, és itt álltok most a főt. Ugye? Akkor te voltál. Szia, mi a neved? Jenny vagyok. Jenny, most így korrekt megkérdeztem. Most mi lesz, bácsi, őt is leszúrjuk, hogy mobiltelefon van a kezébe, megkérdeztem, bácsi? Most megkérdeztem most ezért tőle. Nagyon el kell, hogy fenekeljen. És ott lesz a Jani is. Bácsi. Jenny, mit fotóztál? Téged. Persze, jó, hát ez itt. Föltetted Instára, vagy hova? Fogom tenni, na. Csinálj már egy szánalomfotót a fiúkkal is, csak hogy ne az legyen, hogy tényleg mindenki engem akar, meg lefotóznak. Hát valamilyen... hát elfáradt a karom reggel óta, hogy így tartom, hogy csak be kelljen állni. Igen, könyörület fotót csinálj a bácsival is, jó? Jenny, arrébb jövök egy picit, mert ebből a szögből biztos én is látszottam, nem akarom, hogy emiatt körbe kelljen vágni a képet. Csinálj róla még egyet. Jó, most tényleg, hogy figyelj csak, egy kicsit gyere ide, vigyázok a csomag.
magadra jönni, jó, menj leugrok én is ide, nehogy életlen belelógjak valahol. Persze. Na, így. Jó, várj, inkább mögéd megyek, mert az a biztos. Vagy legyen olyan, hogy állunk a lábánál és csókolgatjuk a cipőjét. Igen, ő az ott bár, csak... Most csak a fényt látod, de az valójában nem a nap, hanem Balázs. Jennikem, süsd el nyugodtan, most, csináld. Most így egyszerre, és nagyon izguljunk, hogy... Abszolút, lőj el nyugodtan, nem zavar a fokhatjuk a lábadat közben így. Jó? Itt a hölgy még akart valamit mondani piros kabátba. Kezdj, csókolom, tessék egy nevet mondani nekünk. Ő Panni vagyok. Biztos a Ferihez tetszett jönni. Igen. Miért van az? Hogy érzem én ezt, te úristen? Legalább ők bevallják, tudod, az én kedves korosztály. És Panni? Nem. Panni? Vagy Pannikám Panni, életem. Panni. Köszönöm szépen, nagyon jól. Honnan jöttél, Panni? Szombathely Zanat. Szombathely. Igen. És csak ugye eljöttél ott minket megnézni egy igen, kicsit? Igen, reggel 6 óra óta itt vagyok. Azt a mindenségit neki. Kaptál már valamit? Még nem. A betyáját. Egy képet tőletek. Na hát akkor az álljunk meg, van akinek még az sincs. De mit szeretnél értek igazán? A Janit. Titelkát. Igen. Elvinném az a Janit a cekkereimet cipelni. Miért van az, hogy ennyire sztereotípan működik minden, hogy a Feri ez a nagyon kedves nyugdíjas hölgyek, Balázshoz a csinos férfiak, én meg ez egy... Csinos férfiak. Csinos férfiak. Jaj, basszus, kibeszéltelek. Rohadjál meg, csinos férfiak. Jaj, bocs, elszóltam maga Jenny a csinos hölgyek. Itt volt éppen Jenny, aki fotót akar csinálni. Hát nem, azért ő inkább csinos lány, mint csinos férfiak. Hozzá meg egy fegyveres testületől jött az előbb egy fiatal ember, és hozott egy csomó ajándékot nekünk. Nagyon kedves. De hogy... De illetve oda jöttek hozzád ketten az elpontom, és megkérdezik, hogy nincs egy kis apró véletlen. Na igen, hallott. Öcsém elgurult a strandlabdánk, dobálhatunk itt, amíg. Na most tényleg nézd meg, de a te neved micsoda? Niki vagyok, és én mondtam a Janinak. Igen, hogy 2014-ben aláírni. Ja, neked? Kérlek szépen, ez 2014-ben volt. Mi történt? Hétfőnként elmaradt az első órám, és itt vártam. Mondom, lógok még egy órát, hogy tőled autogramot szerezek, és nevezzük csak meg, hogy a Feri től. Látod? A Feri től. De látod, hogy igen? Ki miatt maradt itt egy órát? Nem miattad, miattam maradt itt. Cigizett éppen. De már a te aláírásod hiányzott a lapról, és ott cigiztél, azóta halottam leszokni. De életem sose dohányoztam egy órán keresztül, tehát hogy azt azért megvárhattad volna, mert az egy nettó 3 perc. Jó, az nem az igaz, mert mondtam, hogy Lici, gyere ide, és nem jöttél. Ennyi. Mert dohányos, a dohányos, az intelligens dohányos, mert van ilyen, az nem megy oda a gyönyörű hölgyekhez. Az budira megy utána. Az én szoktam egyébként is, de nem itt. Kávé, cigik, aki. Így van, egy nagyon jó működött. Na, most tértük el az alját a műsornak, ez a véleszere. És most miért jöttél, a Balázs miatt? Jani. Olyan aranyos vagy. Köszönöm szépen. Jani miatt, hogy majd szól neked, te nagy darab karvaj paraszt. Nem. Még mindig nem kaptam meg alapot. Nem. Nem is fogod ezután. Na. A Janihoz jöttem, mert a múltkor egy 1000 kölcsönkért. Igen. Tasszira kölcsönkért. Jó lenne, ha visszaadnám most már. Kis csíró, hogy 1300-at ad vissza. Egy hét is küldöm. Ismered egyébként, tudod miért dohányzott olyan sokáig a Feri? Mert ő már iszonyú rutinos. Tehát látja, hogy ott álltok, gyorsan kipöcköli a parazsat, és másfél óra keresztül emelgeti a száj, ez csak eltűntött végre. Na, de akkor most megkaptad, amit szerettél volna. Még mindig nem kaptam meg alapot. De ráérsz, nem? Most 10-ig itt maradok. Nagyon jó, akkor várjál. Mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol? Hivatali dolgozó vagyok. Adó. Aláírom, művésznő, amit akar. Bögrét nem kér? Gyerekek, én nem tudom, én hetente kapok levelet a NAV-tól. Mondjuk, jó lenne. Szombathelyi NAV? Tessék, nem, a budapesti NAV, nem csesztet, de északpesti, délpesti. Nem, mi befizetjük az adóinkat. Egyre nyomatékosabban szólítanak fel erre, arra nem. Komolyan mondom, kicsit olyan, mint a rám szálltak volna. Látjuk, kedves Balázs, látjuk a bevételeket, de hát most már... Van összefüggés a között, hogy beszóltam az MTV-vel híradójára, és a NAV-tól kapok sok levelet? Szerintem igen. Megszaporodtak a leveleim a NAV-tól. Nem tudsz oda szólni nekik, hogy hagyjanak békén? Én a pestiekhez nem. Miért? Túl kis ember vagyok én. Hát te hívd föl őket, hogy a Bali üzeni, hogy hagyjátok békén. Nézzük. Aha, ja, igen. Legyél nagyon nagy képű, amikor telefonálsz, jó? Jó, rendben. Pannikám, te mivel foglalkozol itt, édesem? Díjas vagyok. Ó, hát akkor te már ráérsz. És 6 unokám van. 6 unokám? Igen. Komolyan? Igen, a legkisebbik 5 hónapos. Hát akkor még rá még nem kell főzni annyira. Az jó. De van egy 27 éves pincél unokám. Jó nagy a korkülönbség az unokák között. Csak olyan a családi ebéd, te főzöl? Én minden hétvégén. Minden hétvégén? Hazsi pecsenyét? Mindent.
hallgatom a műsorodat, és mindig... Leszoktad tölteni a Feri receptét? Csak igen. Nem érted az összetevőket, mert Feri, Feri mindig annyira megbonyolítja a dolgokat. Hát mostában legyünk őszintén, egész egyszerűen csinál most egyébként. Nem akarom mondani. A sáfrányos kurkuma. Akinek a sáfrány ismeretlen, érted? Én egy sosem mondtam, hogy ilyet széles metéltet alkalmazunk, nem papárdél. Persze. Papárdál le, az, mert ahogy írva van, tőled, ő így mondja. Hát nem kell vele foglalkozni, hagyjad. Csak olyan egyszerű, de ami finom. Így van. Egyszerű. Mi a kedvenc, Pani? Mi az, amit nagyon jól csinálsz? Minden. Meg igen? Kellene kérdezni a gyerekeimet, meg az unokáimat, mert minden hétvégén ott tesznek. Jó kis házikoszt, az egyébként jó. Az nagyon finom. Hát, ahol van. Igen, ahol van, ahol nem bonyolítják túl a dolgokat, mint Feriék. Na, mondjad. Készült? Mondjad? Család, 13-an vagyunk hazafelé. Nagyon 13-an. Jó. 13-an. Jézusom. Atyaisten. Bocsánat, amit az utolsó vacsora, ez olyan. Ott is 13-an voltak, szólja hülyeséget mondok, jól tudod, hogy nem vagyok annyira. Jó, és kihagyat, hadd fűbőzzön. Milyen asztalnál? Na, készültünk egy bringás tesztel, mert hogy kijött egy, kihozod nekem, Laci? Hall minket a Laci? Laci! Hozz bárki! Kihozod a bringás tesztünket? Ja, bringás. Nem, élőben le tudunk valamit tesztelni. Élőben le tudunk valamit tesztelni, ugyanis kijött egy cikk, hogy a bringások nem ismerik a kreszt. És most ennek fogunk utána járni, mert ugye még mindig megy a harc. Köszönöm szépen. Mi ez? Ja. Megint egy levél az a naptól. Megint egy levél a naptól. A kutyapálya. Szóval érdekes a dolog, mert hogy... Van egy másik teszt is? Nem, kihoz mindent, hogy ne kelljen dolgozni. Ez most a felmondó nevelem. Aláírás Simicska, Lajos. Ki vagy rúgva? Nem, azt mondja, hogy nem, csak hogy a cikket el tudjam mondani, hogy miről szólt ez a teszt. Van várjátok. Még, ahonnan ez jött, mert hogy... Hogy készül a reggeli rádió műsor, legalább látjátok. Na, elárverezték, ja nem, elvérezték. Ja, nem, eltévesztettek. Már olvasni sem tudom. Szóval a szegedi bringás tesztet csináltak egyébként, csak akarom pontosan olvasni a cikket, nehogy azt mondják, hogy csak itt lárifári mondunk hát valamit. Hát véletlenül itt nem történik semmi. Elvéreztek a szegedi bringások a kreszteszten, 39-ből egy. Ennyi kerékpáros tudta hibátlanul kitölteni azt a kresztesztet, amelyet múlt hétfői felvonulás szervező kritikában Szeged kérésére készített egy gépjármű vezető oktató. Szóval miről van itt szó, fordítsuk le magyarul, ugye? Mert láttam, hogy te is mit elvesztetted a fonalat. Ja, igen. A bringások nem ismerik. Nekem mindig ilyen az autó. Az is igaz, csak így közelről egész óra. Szóval a bringások nem ismerik a kreszt. Ez a lényeg. Hát ezzel fogunk most leszámolni, vagy megnézzük, hogy ez valóban így van-e. Ha látok itt egy bringás, szedjétek le a bringáról. Ez az első. Ki az, aki bringa... Ott jön! Ott kapd el! Nem mondtam komolyan, ne bántsátok! És azonnal... Mondj szóval, neki! Ki az, aki bringázik? Ki az, aki bringázik itt? Panni, bringázol? Tessék? Igen, megvezetek. Azt már nem kéne, hogy szoktuk mondani, de hát, majd meglátjuk. Ugye, mekkora rohadék? És miatta jött ki. Ne tündér, hát ja, vele azért van. Tudom, mert igen. Lehet vele, ő érti a humort. Persze. Ki az, aki bringázik még, Pannin kívül egyébként? Na kérem. Ó, hát itt mindenki, na. Fiúk, lányok, mindenki bringázik. Fiút vagy lányt akarsz? Milyen a beállítottságod ma reggel? Két mohító után tudod, hogy bármi kapható fiú, lány, dupla esély. Ebben a sorrendben egy izgalom is legyen. Bárki jó igazából. Keresünk egy lány meg egy fiút, jó? Nézzük meg. Ott mögötted egy lány, ott integet. Csikos pólóban. Hello, szia! Gyere egy kicsit közelebb. Hátrém megyek, jövök én. Szia! Hello, Andi vagyok. Andi! Andi, te bringázol? Igen. Akkor olyan látom, már sikerült ilyen kis szponzorlufit szerezni. Vezetek is. Vezetsz is, bringázol. Szia, Andi, Mizo, illetve Mizu. Úr, na, király vagyok, nem? Elnézést, Szombaté, hazamentem. Somagoljatok neki 20 túrat. Ez az, laktózmetes Rudi 30-a. Mindig esenyedi, ne haragudj, éppen az adott szponzornak mi a lereskedik. Egy kicsit, hogy kapjél egy zsák túró Rudit az Intercity-re. Aztán a vége mindig az, hogy Balázsnak küldenek valamit. És tényleg. Igen. Andi, mivel foglalkozol, drágám? Nem dolgozom, otthon vagyok. Otthon vagy? Gyermekkel? Ők már iskolások, igen, de... Te még otthon vagy. Meg mit tehetem, hogy otthon legyek. ATB, úgy hívják, hogy átkaptás beli. Igen. Egyébként jók a bringa utak itt Szombathelyen? Jó lehet menni? Jó. Szeretik az autósok a bringásokat? Mert Pesten ölik egymást. Szerintem igen, nincs gond. Igen, Budapesten kívül ez valahogy békésebben megy, én azt vettem észre. Igen. Nem, hogy valahogy ott bringás meg autós tud együtt élni. Nálunk jó, Pesten Szombathely van. Jó ilyen szempontból. Így van, Budapest igen. És Csecsenföld, ez a két legveszélyeztetettebb. Kivéve, ha valaki egy zárt térbe jön be autóval, ugye? Hát láttuk már ilyet egyébként, hogy valaki így érkezik meg a kitelepülés helyszínére. Na, te ha autót vezetsz, akkor ismered a kreszt. Elvileg. Elvileg. A picit óvatosabbá vált.
Na, nézzük meg, készültünk néhány tesztkérdéssel, és annak szeretnénk utána járni, hogy azok, akik bringáznak, valójában tényleg ismerik-e a kreszt, vagy olyan lesújtó eredmény születik majd, mint ami Szegeden született, hogy 39-ből 1. Most ezt mi nem csinálnám meg azért az élethűség kedvéért, hogy 39 embert végigkérdezünk, de téged megkérdezünk meg még valakit, jó? Jó, tehát nem reprezentatív. Illetve Pannikám, ha szeretnél valamit helyreigazítani vagy hozzászólni, akkor nagyon-nagyon várjuk, hogy te is beleted a kis gondolataidat. Na figyelj, Andi, mik a kerékpár és a kerékpáros kötelező felszerelései a közúti forgalomban? Mi az, ami mindenképpen rajta kell, hogy legyen a cangán? Most meg vagy! Kormány! Igen, kormány. Igen. Világítás. Igen. Csengő. Igen. Fékek, jól működő fékek. Igen. Hány fék, hány lámpa? Első hátsó fék, első hátsó lámpa. Igen. Nagyon Bizmák. Jó vagy. Nagyon jó vagy. Macska? Macska. El kell egy macska. Macska. Kérte a prizmát. Szólaltassuk meg a hölgyet. Macskát mondod? Mit, legyen egy macska is? A csomagtartóra gumipókozva. Hogy tegyük fel a macskát a bringára? Maga mindig visz egy macskát. Kussoljál már! Szerintem nem tudok menni. Hogy hív? Kutyát nem. Hogy hívnak? Hello? Hogy hívnak? Zsuzsa. Nagyon szerettük a macskás megoldást. Nagyon. A macska szemre gondoltál? A macska szemre gondoltál. De nincs, akkor macska is. Jó, persze. Kössünk fel egy élő macskát, majd a macskám szem. Hogy hívják a macskáját? Szem. Ja nem, szem. Oké. Okay. Nagyon jók vagytok, komolyan mondom. Egyetlen egy dolgot felejtettek el, de lehet, hogy mondtátok, ez a küllő prizma. Mondta ezt valaki? Mondta a prizmát, igen. Gyerekek. Prizma. De inkább holnap. Elfelé így hívják, prizma. Zsűr, rá tudsz tenyerelni az F1 gépre? Egy tapsot érde, megérdemelnek abszolút. Jó, Zsűr. Várjátok, hogy mennyi idő után jön Zsűr tapsot, figyeljetek. Most jött meg, nagyon. De itt a helyiek megoldották. Sűrű beront a folyosóról. Zsula eldobta a kábját, és gyorsan odarant a monitort. Addi, nagyon jó vagy. Köszönöm. Miért vagy te ennyire jó? Így születtem. De komolyan mondom. Oké. Okay. Pannikám, gyere, válaszolj a második kérdésre, jó? Én érzem benned. Vigyázz, Feri, ott egy kutya el ne taposd. Cic? Nem cic. Annyira utálom. Miért utálod? Hát ettől, ez nem kutya. Kész vagyok, basszus. Én is. Hogyha, igen, ez a jó fejeskedés non plus ultrája, meglátsz egy pici kutyát, cic. Igen. És ilyenkor a gazdi egyébként csak azért mosolyog, mert nem akar pofán verni ennyi ember. De nem tud. Nem, a kutya, az olyan méretű, hogy nem lehajolva meg tud fogni a fejét. Az kutya, ő macska. Figyelj, csak a Feri, tudod, hogy mindent megtesz a jó hangulat. Én neki megy egy ajtónak, és egy kutyára rájöp, azt mondja cic. Én szeretem. Nem! Látom. Nem vagyok hajlandó el. Ne legyél ilyen öntudatos. Nézd meg, nézd a szemébe. Fogad el, hogy mások máshogy látják a világot, mint te. Ennyi. Érted. Ő nekem. Tudom, hogy neked. Hogy Negro. Persze. Negro. Feri. Az a baj, hogy ahogy Feri ránéz, látszik a szemébe, hogy neki Negro, csak a kínai konyha egy alapeleme. Így is van. Feri, de ezzel a humorral már csak egy ugrás a Hajdú Péter új műsora. Nem, most, hogy voltam nálad, már nem hívnak vissza. Ennyi. Azt én elbuktam. Nem, tudod? A Hajdú az túl vicces a Feri. Az a baj. Oda még ez is sok, tudod? Láttam tegnap ezt a Showtime-ot, oda túl jól lennél, Feri, oda túl jól lennél. Ez is sok. Szóval, hogy hívják a kutyát? Negro. Negro. Csókolom, mert nevet tessék mondani. Most mondott. Nem a kutya, nem a... Hogy hívják a hölgyet? Rozika. Rozika! Rozika és Pannika csap össze a következő kezdkérdésre, jó? Brutális összecsapásnak lehetünk. Fültem, fekete cicám van. Tessék? Ugye? 7 éves. Micsoda? Ízen fekete cicája van. Szőrös? Nem, kopasz macska. Ja. Mondjad, Panni, nem hallottuk. Már nagyon örágunk, nagyon hogy öreg. 17 éves. Ó, meddig ér egy cica? Nem tudom, sose volt macska, nem szeretem a migákat. Hát, ivartalanított, és igen? Azt mondják, az sokkal tovább él, mint igen. A másikak. Ha kiherélik, akkor tovább él? Igen. Úristen. Meg nagyon igen. Sokat számít, hogy belenézel a visszapillantóba tolatást. És Manci a neve. Mancinak Manci. Hívják a macskát? Akkor Manci és Negro csap össze. Manci Negro csatája. Szegény Negro. 5 hónapos. Tessék? A Negro 5 hónapos. Komolyan? Ne nyalogass már a mikrofonomat. Na. Hát hozzászoktatták ott. Negro milyen fajta? Mert úgy nem lehet rá megmondani, hogy úgy keverék. Tartsuk egy mikrofont, egy bocsánat. Tessék? Palota, pincse és spániel keverék. Az egy nagy menet lehetett, amikor a spániel üldözte a palota, pincse.
Ahogy maga alá gyűrte. Futott a pincsi, futott, menekülni, elkapta. Most engem! Tényleg kutyáknál van ilyen méretbeli különbségből adódó hiányosság, hogy valami nagyobb kutya kinéz magának egy kicsit? Vagy egy kicsi kinéz egy nagyot, képzeld el, hogy egy kan kis egy létrát, palota pincsi kinéz. Na, mehetünk a kérdés? Nem fogjátok elvinni, de ez csak gyors. Na, egyik kedves, biztos jó lesz. Általános iskolás gyerekkori bajlátom, Kunnak hívták, jelenleg egyébként Keszthelyen él, aki látja, az csókoltatom, adja át neki. Náluk volt otthon egy magyaragár, és egy körülbelül negró méretű kiskutya, és ott nagy volt a szerelem, és úgy oldották meg, hogy felemelték. És tartotta közben? Alá tartották az agárnak. És hát ez az igazi gazda. Ja, mert várja, a kis kutya volt a lány. Így van, és nagyon-nagyon szeretett volna, a Fraknak hívták egyébként az agát. Nagyon-nagyon szerette volna, hogy a szárba szökken a szerelmük, és az igazi gazda mit csinál ilyenkor? Oda megy, és feltartották. Gyerekek, egy nézték. Üzekedő kutya? Nem, elfordították a fejüket. Tehát ott röhögtek. Mondjad, Feri, mit akartál? Ez a legalja. Tehát a kutya tulajdonosok, hogy ez elmebetegek vagytok. Fogod a kutyádat, hogy ő reszel? Nem én. Adjál már. Na figyeljetek. Ja, bocsánat. Kerékpáros sebesség határokat szeretnénk letesztelni. Pannika, bocsánat, a hölgy nevét még egyszer? Rozika és Pannika. Rozika és Pannika. Godzilla versus Mea Godzilla. Jó hasonlat. Jó, akkor Alien versus Predator. Csak mondom, hogy Godzilla egy őslény, aki kijön a tengerből, és egy 15-ös felőkarcomnak a még. Lakott területen belül. Rozika, mennyivel kell menni bringával? Lakott területen belül. Nem sugunk, mondj egy számot. Attól függ, 40, 50 vagy 30. Bringával? Lejtő vagy nem lejtő? Azért bringával, miért tud a Pannika? Hát szerintem 40, de ki a mennyivel tud. Ez a beszél. A múltkor, amikor hasítottunk le dobogókörről, a sérvászre. Jó a 40, jó a 40. 40. Pannikának van egy pontja. Kerékpár úton mennyivel lehet menni, Rozika? Mondj egy számot. Határtalanul. Jó, de szeretlek, hát ez a baj a bringásokkal, ez aha, a fajta gondolkodás. Pannikám, pörkölj oda egy számot. 40. De te fixen föltette, 40 végig mondod mindenre. A válasz mindenre a 40. Jó, 30 km per órával lehet menni. Ezt nem tudtuk. Gyalogos úton, ami egyébként kerékpárút és gyalogos út, ott mennyivel lehet menni, Rozika? Mondj valamit. Negro elaludt közben, csak jelzem. Itt vagy még? 20-szal. 20? Ott egy 20-as. 20. Eladtad a 40-et, oda dobtad. Oh. Eldobtuk? 20. Hmm. Minden tudnak. 20? Minden tudnak. Vigyázni kell a gyalogosokra. 20-szal, nagyon jó. Eddig 3-1. Járdán mennyiben lehet menni, Rozika? Gondoljunk itt. 10-el. 10-el? Annyival szoktál menni? Aha. Semmivel. Semmivel? Ott fölveszed a bringád válladra, átsétálsz a járdán. Hát a gyalogos járdán nem mehet. Jól gondolkozol, nem? Ott 10 km per órával meg lehet oldani. 10 km-re. Sétáló utcában. Megbüntetik. Igen. Aha, sétáló utcában, karácsonyi vásárkor részegen. Mennyivel lehet menni? Rozika? Bicikli mellett. Nagyon helyes. Én meg talicskán. Jó. 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 Úgy visznek haza? Nagyon jó. Egyébként azért hoztuk a talicskát, Pannikám, mi már perléces, mert látjuk, hogy egy kicsit elászállítani. Hallod, szegfűszeget izzad már. Tényleg, szombatén van karácsonyi vásár? Biztos jó hangulatú karácsonyi vásár. Itt a főtéren? Ez egy jó kis tér, itt biztos jó hangulatú karácsonyi vásárt lehet rendezni. Adjunk egy-egy ajándékcsomagot nekik, mit szóltok? Jó? Egy-egy ajándékcsomagot elfogadtok tőlünk? Köszönjük, köszi szépen. Negro elaludt. Mit szólsz? Hát, vagy azt mondta, hogy ő ezt nem akarja. Mondjad? Az a kívánságom, én 25 kilométert jöttem a Negróval, és szeretném, hogy... Hazavinni a Balázs. Arra megy, amerre lát. Barikám, vigyél már haza. Szeretném, hogy megsimogassd a Negrómat. Ó, aha. Ha szeretnéd, hogy megsimogassam a Negródat, akkor tedd le a kutyát, és gyere a sátorba. Menjél. Simogass meg Negrót! Itt-ott már őzbe csavarodik, de... Én megsimogatom a Negrót, csak tedd le a kutyát kicsi, akkor először. Édesem! Kicsi, milyen kis szőrös. Ugye? De kis tessék? Egynap megfüröztöttem. Komolyan? Direkt ezért? Igen? És a kutya is fürdött? Az udvarom, mert szép volt az idő. Az udvarom fürdött a kutya. Szomszéd nem sikoltott, hogy a csúny. Így mondta, ezt most a Balázsnak csinálom, mondtad neki? Mondtam, igen. Na, jó. A körzeti megbízott, benézett az udvarom, aztán kiment a villanyoszlopnak. Szerint a kutyát meg kell fürözteni. Ja. Nem vasárnap?
Nem. Ha nem? Egy hónapban egyszer. Egy hónapban egyszer. Én is akkor fürdöm. Az jó, abszolút. Nagyon cuki, aranyos. Megsimogattam. Én egyszer fürdöm. Tessék? Én egy évben egyszer fürdök, új év szilveszterre csak. Nagyon jó. Nagyon szeretünk. Akkor viszont alaposan. Éva, a gyökérkefét is használ. Na jól van. Hát ez gyerekek, Szombathelynek megadjuk a bringa tesztet. Nem? Nagyon jó. Na. Oké, okay. Drága Szombathelye, kiválóan vizsgáztatok ebből, úgyhogy, úgyhogy meg is vagyunk. Lettek egy nap. Na. Jó van. Abszolút, meg is vagyunk. Tartunk egy pici szünetet, szerintem eljött az idő. Jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Ezen a kérdésen gondolkodom, hogyha az ember tovább él, és tulajdonképpen már minek. De várja, az nem mindegy. Hiszen a házasság egyelő egy kieréléssel szinte. Hát, nem tudom. A mélyaltatásban csinálják, és kapok plusz 20 évet. De attól függ, hogy mikor, mert várjál, mert ugye ezt korán kell elvégezni, tehát 20, mondjuk 20 éves vagy, akkor már nem éri meg. Tehát miért? Korán kell csinálni? Én úgy tudom, hogy minél korábban metszenek, annál tovább élsz. Jól hallom, hogy a herélésről beszéltem? Igen. Nem, a kutyás analógián gondolkoztam. Ja, a kutyásra, hogy... azt hittem, hogy hallottam, hogy a házasság is belekeveredett, mert igen, csak mondani akartam, hogy nekem az volt a szerencsém, hogy nekem a feleségem csinálta foggal. Tehát... Egyébként azt mondják, hogy például birkát úgy herélnek. Hát persze, vidéken nálunk még malacot is. És bármit, és csak nem szabad előtte inni nagyon a herélőnek, mert bármit adnak a kezébe, rögtön letépi foggal. Rögtön harap. Józsika, mi vagy mi? Isten, mit csináltál Sanyikával? Csak meg kellett volna puszíni, ment volna lefeküdni alul. Józsika, a herélés holnap kezdődik, mert csak este vagy. A saját fiad akar tőled elköszönni. Milyen vagy? Mit csinál? Nem most gondolod, de add plusz 20 évet. Igen. Hány éves korodban vállalod be a plusz 20-ért? Megmaradnak egyébként, tehát megmarad a kis... Csak ugye hát már igazából nem vagy képes dolgokra, nem? Az élvezeti értéke azért ugyanúgy megmarad. Az megmarad az élvezeti? Gondolom, persze, csak nyersz 20 évet. Van itt herélt! Én nem tudom, szerintem nem marad meg az élvezeti értéke. Hát tehát, hogy meg eleve úgy... Most tényleg erről beszélünk? Hogy nem azt távolítják el, tehát egy ilyen elkötésről van szó, amit aztán később fel lehet oldani. Az már nem az elkötés, csak büdös életben nem oldott föl többet, annak vége van. Tehát ha te férfiként arra vállalkozol, akkor ott tulajdonképpen elforrasztják a kis vezetékeidet, azt utána már nem oldott föl. Tehát nincs olyan dokikám, bocsánat, szeretném feloldani. Nem, ha pasinak megcsinálják, akkor... Ne beszéljünk elforrasztásról, meg izé, mi ez? Nat Geo Szombathelyen? Nat Geo, Morgan Freeman, a here nyomában. Vasárnap este. Nem tudom, csak az elkötés az később, az feloldható, mert hogy ott gyakorlatilag... Nem. Igen. A pasiknál? Igen. Az végleges, nem, én úgy végleges. Mondom. Igen? Aha. Nektek ezt mondták? Nem, neked mondták azt, hogy feloldozható. Igen, igen. Akkor nagyon... Jani nagyon palira vette. Ott azt mondtuk a Janinak, hogy még vissza lehet csinálni. Nem, a durva az, hogy egy gyökértömésre mentél a bal hatosodba, és közben egy ajtóval arrébb mentél. Mire felkeltél, már steril voltál. Nem, rossz dátumot írtak egy receptre, csak ezért mentem vissza, és rossz ajtón mentem be. És úgy jöttem már ki, hogy már. Éles sarok Maglódi úcs felé, hatos kóc Minyó küldte nekünk. Negro gazdél csúcs szuper, eddig ez a legjobb kitelepülésetek, Beatrix küldte nekünk. Negro gazdél nagyon cuki, még mindig itt van egyébként, itt áll az első sorban. Tündéri hölgyről van szó, itt áll még mindig az igen, első sorban. Igen, nem igen. Látom, de igen, de aranyos. Igen. Ja, itt vannak, igen. Kapott már mindenféle kis ajándékot. Éles sarok Maglódi felé, hatos kóc, ezt mondtam. Mindenki menjen lassan, baleset az M0-áson a 72-es kilométernél, Szentendre felé 3 kilométeres a sor. Zsú küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Nézem a jegyzeteimet, de nekem nincsenek jegyzeteim. Mehetünk tovább. A optikás csajok, fejni szeretnénk. Hol vannak az optikás csajok? Optikás lányok! Optikás, hát szólaltassuk meg őket gyorsan, csak egy pillanatra. Nem mondom, hogy tudtok fejni, mert lehet, hogy már ami hostess lányaink. Jó fejnek az optikások? Választottak, csak az optikás lányokat szólaltassuk meg. Már megint egy kutya. Mi van itt ma, gyerekek? Szeretném, ha Balázs megsimogatná. Ne tartsd már így, könyörgöm. Hogy hívják? Kókusz. Kókusz. Mert fehér, ugye? Igen.
Elmondom neked, hogy egy uszkár egyébként, és hogy hívják a gazdáját? Andi. Andi, ti vagytok az optikás csajok. Igen. Így van. Na most a kókusz reggel 6 óta ül a kezeden, de láttam, és többször szóltam is, hogy nem látom kókusz arcán a boldogságot. Hogy ez üzemszerű egy kutyánál, hogy így magadhoz szorítod, mert... Az uszkár szereti. Szereti. Ezt a gazdát mondja. Aha, ezt a gazdát mondja. Szereti, aha, tényleg. Igen. Bocsánat, a nevedet mondod még egyszer? Andi, mi az, hogy optikás csajok, az micsoda? Így van. Szelestén, az optikában. Optikában dolgoztok? Igen. Mi optikát csiszoltok? Nem, szemüveget készítünk, én meg BMW-re fújom az emblémát. Azt a kutya fáját! De van egy emblémos átfújok BMW-sre? Egy meg vagyunk. A BMW-nek az X-Drive feliratát. Jó, tartozkodjunk a reklámokban. A budapesti nemzetközi vásárról. És azt szeretném, hogy azt fújt a szemüveg keretem, hogy zaporos lehet, akkor azt is ráfújod? Abszolút? Vagy csak BMW? Nem, hát a szemüvegkeret az teljesen más. Ja, akkor mire fújod a BMW-t? Hát ő csinálja az autóba ezt a izét. Ja, értem! Ja, most értettem meg! Aha. Ja, én meg azt hittem, hogy így bármire ráfújsz bármilyen. Nem. Amikor mit a műsor után még 4-11-kor a hátamra felfújhatnám egy zsúkemlémát. Persze, simán! És jól fejtek, csajok, azért szeretnétek? Hogyne! Hát, édesem, mikor fejtél utoljára? Este. Nagy labda. Igen, jó, hagyjuk. De legalább lecsapja. Tengedjük el. Igen, ilyen poénból mi készültünk a fejőset. Nem, hát a mögöttem lévőnek, a Ramónának van tehenük. Ramóna, ki a Ramóna? Gyere Ramóna. Kinek azt mondtad, hogy mondod tényleg. Gyere Ramóna közelem. Mi már játszottunk amúgy. És ki melyikünkkel, vagy ezt hogy érted? Veled. Publikus a sztori, vagy kell vagy tudnom valami ilyesmit? Igen, mert lerobiztál. Tényleg? De, és mondta, hogy ne robízz le, főleg ne az arcát. Játszottunk. De miért nem? Sokkal jobb lett volna, ha te robizol engem. Nem, még a másik játékotok volt a ez nagyon beteg felismerés, és ugye oda telefonáltunk be. Én nagyon szeretem. Felismerésbe? Igen, amikor hangfelismerés, igen. A Beru néni volt. Óve bácsi, Beru néni az. Nekem nincs bajom azzal, ha hidegen lányok lerobíznak. Én azt hittem, Balázs, hogy ennél azért tényleg úriembere vagy. Nem robizol le valakit, főleg, ha nem, úgy, hogy nem kéri meg, hogy jól. A házasságban nélek már nem csinálok ilyet, de légen nagyon így sokszor lerobíznak. Jól esett, hogy arcon robizott vagy. És azt mondtam, hogy Robi, hogy Robinak hívtalak véletlenül? Igen. És mi az igazi neved? Ramona, Rami. Jól lerobiztad, és még az autogramkártyát se adtad oda, amit megértél érte. Mivel tudnám ezt jóvá tenni, hogy lerobiztalak? Ramona. Ajándékcsomaggal? Igen? Igen. Akkor nem nyertél a hangfa a Beru néniben? Nyertünk. Hát akkor megkaptad az ajándékcsomagot. De mi nem kaptunk. Ez nagyon jó. Jól van. Oké, lányok, meglátjuk, hogy mit tehetek. Szerintem lehet, hogy már a hostess lányok találtak valakit a fejős játékra, de elhiszem, hogy kellendő a játék, mert egyébként ott van az a baromi nagy hűtőszekrény, és az tele mindenféle gyönyörű szép tejtermékekkel, haza is viheti majd a nyertes. Nyilván adunk hozzá segítséget, kocsit, mindent, amivel be tudjátok rakni. És de ha megengedett, hogy Balázs lematyizzon... Elviheted a matyiát a hűtőbe. Igen, örülj neki, hogy Robit mondtam tényleg. Mi lett volna, nem a matyiz. Jézus. Na, állj, de jó. Szeretem ezt a kitelepülést. És az még csak hétfő. És ebben nem tud belekötni az NMAA, hiszen férfi neveket sorolunk. Ebben mi a baj? Nem? Ezzel nincsen semmi baj. Ha ők ebben látnak valamit, akkor ők a betegek. Akkor az ő piszkos fantáziájukkal van a baj. Gyorsan megmutatjuk, mi a beugró hármasugrásra, figyeljetek. Ez a beugró hármasugráshoz. Na úristen, ezt mutassuk meg még egyszer, légy szó. Ez nem is effektnek tűnik, hanem mint hogy a Zsűl nem tudna, melyik gombot kell megnyomni. Hú, gyerekek, most, hogy nem látom, hogy mi van a monitoron, ugye, ez így baromi nehéz. Tehát ezen könnyítenünk kell. Ez konkrétan egy előadót nem tudnék megnevezni. Ha halára csikiznének, akkor se. Te tudsz valamit? Hát azért próbáljuk. A csikkizés részét. Na jó, semmit nem tudok belőle. Drága hallgatók, nem sokára tehénfejős játékunk következik, jó? Úgyhogy újakat izzítani, tenyereket dörzsölni, lazítani, nehogy izomláz legyen, mert nem sokára egy adott idő alatt tejet kell majd fejni. Aki többet fej, az nyer egyébként egy teli hűtőszekrényt. Így van. Mindenféle földi jóval. Jó?
Jó. Úgyhogy tessék készülni. Ha esetleg fölismertétek, hogy mi hangzott el a hármasugrásban, akkor küldjetek el nekünk SMS-ben, de ne küldjetek el SMS-ben. És azért, mert a helyszínről választunk játékost. Ugye? Igen, de hogy én miért bólogatok, nem értek abban, amit mondom. Igen, mi az Istenért bólogatsz, hogy hülyeséget beszélek, így van. 4 perc, pontosan 9 óra jövünk a játékkal a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Szombathelyről, a Főtérről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kivajtok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Drága szombathelyiek, még nem késő ide kijönni a főtérre, mert hogy itt vagyunk egyébként, és hát kiderült, hogy a szombathelyi lakosok humorérzéke kiváló. Tehát nem tudtunk beleakadni olyan hallgatónkba, akivel ne nevettünk volna nagyokat. Nagyon, nagyon, nagyon jól érezzük itt magunkat, komolyan mondom. Ennyi vidám hallgatóval már régen találkoztunk, nem? Csúcsok vagytok, tényleg. Hallgatók, akiket lerobiztunk, Negro, a kutya, a Panni néni, a többi hallgató. Hát nagyon, nagyon, nagyon kedvelünk benneteket. Tényleg, a hallgatók is SMS-ben, ugye nem látjátok az SMS falunkat, hogy az összes kitelepülés jó hangulatú szokott lenni, de hogy a szombathelyi lakosságnak kiváló egyébként a humorérzéke. Na, azt mondja, hogy csak mondok gyorsan egy-két információt a holnapi helyszínünkről. Székesfehérvárra megyünk, úgyhogy ha valaki szeretne bennünket meglátogatni, egy jól bevált helyen, ugye a gyorsétterem mellett, a Piac tér 1-es szám alatt állítjuk fel az üveg stúdiót. Ezt a helyet mi nagyon kedveljük, bevált, sokan voltatok mindig, úgyhogy holnap is gyertek. Szombathely, Székesfehérvár, Piac tér. Aztán Szeged, Békés Csaba és Kazinc Barcika, ugye ezek a helyszínek, Dugonics tér, Szeged, Szent István tér, Békés Csaba és Rákóczi tér, Kazinc Barcika. Ez lesz majd. Ez lesz majd pénteken, valaki közben letörölte az üveg stúdiót, és úgy csinálja. Köszönjük szépen. Úgy csinálja, hogy van egy ragasztócsik, úgy. Ott egy kicsit töröld meg, úgy. Egy és most csinálnak a Na, azt mondja, hogy trafi az M7-esen 49-es kilométerünknél, benzinkútnál Pest felé, valamint az M86-oson a 88-as kilométernél a hídról mindkét irány mérik, Zoli küldte nekünk. Aztán trafi az M5-ös Dabasi lehajtójánál Szeged felé, Apucika írta, és azt hiszem, hogy nagyjából egyébként mindenhol jól, és hát nyugodtan békében lehet haladni. Amen. Amen. Így van. Azt igen, még van egy 8, a 8-as út a 74-es kereszteződésében most pakolják ki a tengely mérőt, és Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nincs áram, el vagyok szakítva a külvilágtól, akkor most megtörtént a napkitörés, segítség, hal valaki, jött ez is SMS-ben. A héten eddig ez a legjobb adás, ez Kazinak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, mi is így éreztük. Nagyon sokat dolgoztunk rá, hogy ez meglegyen. Ez a hét legjobb adása, valóban így van. Na merre tovább, kapitány? Húzza fel a vitorlákat, matróz! Kapitány, jó vitorlák! Merre tovább? Hát játsszuk le lassan a mizós játékunkat, nem? A kis tehén fejős játékunkat. Mit szóltok hozzá? Fejünk? Fejünk. Azt mondod? Azt. Legyen így. Kortyolok még egyet jóféle itókámból, és aztán induljunk dolgozni. Gyertek! Hajrá! Na, hol az a tehén? Ja, ott van. Ott van, ő az. Nem úgy volt, hogy élő tehén lesz. Én komolyan mondom, beleéltem magam egy élő tehénbe. Hát szerintem nem annyira örültek volna neki itt Szombathely közepén. Aha, ő él, csak fegyelmezett. Sziasztok. Igen, én vagyok. Igen, én vagyok. Igen. Így van, Hello. Én vagyok. Igen, ő az. Így van, ő az. Így van, engedjetek, Hello. Én vagyok. Nem így van, tudom, hogy szerettek, én vagyok. Na. Kik ők? Hello. Hello, te vagy a... Viki. Reni. Viki, Reni. Volt-e bármilyen találkozásunk már? Nyertetek, játszottatok, mert ugye nem, kiderült itt lányok, akiket volt. Lerobikáztunk, itt kiderült Negro, akit már megsimogattunk. A Balázs. Igen, Matyi, Robi nem volt semmi. Hey, te az anyád. De szólj, ezt miért mondod a lányoknak? Ja, de szólj, nyugodtan arrébálok, Jani. Azt mondta, hogy Bari, menj arrébb, én azt is értem. Na, csak mondjuk el, hogy itt állunk ugye egy tehén mellett. Ez a tehén nagyon helyes egyébként, ez a Mizónak a tehene. És hát ez egy műanyag tehén, nem élő tehén. Rá lehet támaszkodni, viszont Csak mondom, Reni, hogy megfejtette. Csak mondom. Még egyszer a neveket, lányok, ki kicsoda? Viki. Viki, Reni. Jó, Reni, nevekből, nevekből annyira nem vagyok, jó? Ki mivel foglalkozik? Viki? Hát én most itthon vagyok, amúgy Németországban élek, Stuttgartban. Mit csinálsz? Hotelba takarítok, és este babysitterkedek. Adta minden innek, és ebből jól lehet megélni Stuttgartban? Hát igen. Igen, mióta vagy kint? Hát fél éve, szeptember.
És nyelvet is megtanulod, vagy tanulgatod? Hát, is. Mondod a gyereknek, másszál le onnan, másszál onnan, a gyerek istennek se akar lejönni onnan. De nem elvárás, hogy az ember azért ott beszél? De nem mindenki német, több a román, meg ugye a török, aztán milyen körökben vagyok. És jó, egyébként szereted csinálni? Igen, nagyon szeretem. És te mit csinálsz? Jelenleg nem dolgozom. Na, hogy? Hát, megszűnt a munkám. Mi volt? Szoláriumban dolgoztam igazából, és felmondtam. Elég volt? Aha. Miért? A vendégek vagy a főnök? Nem a vendég, nem a főnök. A háttérsugárzás. Túl barna voltam mindig. Igen, hosszú. Igen, ennyi. Életem legdurább televíziós átverését egy szoláriumban láttam. Meséltem már? Nekem már igen. Gyertek át a másik oldalra, térnek, dumáljunk. Ben volt egy csaj a szoláriumban, és őt verték át, bement egy pali, és kijött egy törpe, és elkezdett reklamálni, hogy mi volt a szoláriumban, mert hogy ő összemen. És a csaj annyira megijedt, hogy sírva fakadt, és hívta a tulajdonost, hogy itt van egy ember, aki összement a szoláriumban, mit kell csinálni? És mondta a csávó, hogy hát valamit csináljanak már, összement. Állítsanak rajta. Mi is csináltunk egy kis beteg dolgot a készátverésben, de ez nagyon dolog volt. Na, lányok, milyen viszonyban vagytok a házi állatokkal, tehenekkel? Hát igazából nekem hatalmas nagy vágyam volt évek óta, hogy tehenet fejek, mondjuk nem pont ilyenre gondoltam, azt hittem, hogy valami igazi tehénféle lesz itt, de hát megoldjuk. Finoman leszordák Riskánkat. Nagyon jó tehén. De ez volt a vágyat, hogy tehenet fejjél? Igen, nagyon régóta. Miért? Nem tudom. Ez valamilyen ilyen fura aberáltság, vagy... Tehát, hogy mihez fogad? Nem tudom, ez ilyen bakancslistás dolog. Álmodik arra, hogy lássa az elfejtorony, vagy eljusson Korzikára, vagy mit. Igen, az már megvolt. A tehénfej is még igen, nem. Igen, megvolt még ilyen az elefántormány, hogy megfoghassam, ez már megvalósult. Úgyhogy most a tehénfej is jön, mondom. Tehát minden, ami hosszú... Igen, ez jöhet. Hosszú, vastag, bőrös. És ez volt a bakancslistád, hogy megfejni egy tehenet. Igen. És mi van még a bakancslistádon? Van még valami? Ormány simogatás? Most így konkrétan nem tudnék mondani. Más nincs. Tehát ha ezt teljesítjük, akkor megvan a bakancslistád. Viki, te milyen állat kapcsolatban vagy házi állatokkal? Hát én már fejtem tehenet egyszer, 6 éves koromban befeküdtem a tehén alá, és csak fejtem, és akkor jött, hogy Viki, azt fel kell porralni. Vigyázzunk, az elem már. Vigyázzunk, ez nagyon érzékeny. Az aláfekvés az nem követelmény. Elég, ha mellé ülsz. Állítok, ez a tehénnek egyébként nem fáj, így van ez, Feri? Hát te vagy a szaki. Hogy voltam-e már tehén, azt kérdezed, hogy nekem fájta, amikor fejtem? Amikor megrángatták a tőgyedet. Nem, nekem mindig jól esett. De nem, hogy szereti, tehát ő feszíti, és az a jó, hát amikor megfáj. Persze, jó, azért. Ugye a kisborjúnál is ugyanaz van, tehát hogy a tejtermelés elindul, és hogyha ő megeszi a kisborjú, akkor ő újra termeli mindig, de egy idő után feszít neki, hát, nyilván. Gyerekek, volt olyan vidéki kitelepülésünk, amikor is ugye egy napra leköltöztünk egy gazdaságba, ott azért János, te csuda dolgokat csináltál. Hát bizony, azért szabad a világ volt én, akkor még. Igen, akkor megteltem még azt, könnyékig benne voltam. Igen, felvette a János egy hatalmas gumikesztyűt, és egy állatorvos segítségével megnézte a tehenet, hogy nem nyelte el valakinek a gyűrűjét. De láttam a szemén, hogy ő is akarja. Fura volt, mert 6 óra óta a tehén kacsingatott rád mindenki. Nem az volt, mint Feriéknél, hogy amikor hallott a bimbó, hogy csapodik meg ötte a pajta ajtó, már megint, jaj! Igen. Feri fiatal korában minden diszkóbéli elutasítás után valahol le kell vezetni a feszültséget. Meglátta a tehén Ferit, könyvbe lábott a szemem. Letámasztotta a robogóját a pajta oldalára. Na jó van. Mondjuk a szabályokat. 1 perc áll majd a rendelkezésetekre. Oké? Okay? 1 perc alatt értelemszerűen az a lényeg, hogy ki tud több tejet megfejni a tehénből, mert hogy a tőgyeket azért megpróbáltuk úgy kialakítani, hogy azok valódi, vagy hát valósághű tőgyek legyenek. Igen. Egy-egy perc után pedig lemérjük az adagot, értelemszerűen akinek több van a kis lábosába, a kis edényébe, az nyert. Ott van az a nagyon szép hűtőszekrény mögöttetek, tele mindenféle laktózmentes tejtermékkel, az egész hűtőt úgy, ahogy van, megnyeritek, és ami benne van, azt is. Jó? Ha valaki közben bemászott, hogy elvigyen 2,5 literes tejet, kiszedjük, de az egész hűtőszekrény tele mindenféle földi jóval, leginkább laktózmentes termékekkel, azt elviszitek. Oké, csajok? Na. Mondom egyébként, hogy hozzányúltam, és a tőgyek megérezték a jobb kéz rutinját, és elkezdtek csöpögni. Hát, jó, János, hát a te kezedben benne van néhány kilométer. Néhány kilométer benne van a jobb kezedben, azért ezt mindannyian tudjuk. Kilométer, mérföldek. Abból konkrétan... Hosszú mérföldek. A te kezedben benne van az egyenlítőtes. Mi az a kék túra, mi? Na, a csecset értem, de a beöntő nyílás itt a tehén oldalán, az micsoda? Nézd meg, van rajta egy ott töltjük az üzemanyagot. Tényleg a tehén oldalán van egy tanksap, ott töltjük be a tehén. Ja. Lányok, ki kezdi? Ki kezdi ezt a hihetetlenül izgalmas játékot? Kezdesz te, Viki? Igen.
Jól van, térdelj le. Igen. Na azt mondja, hogy... No, drága szombathelyeket, ennyit se lehet elmondani, hogy térdelj le. Van itt, tudod mi? Félreérteni. Nem. Van itt egy fejőszék. Amikor az ura meg elment a frontra, akkor... És Jani megfordította a fejőszéket. Miért kell lekötözni magad a fejőszékhez, hogy ne rúgjon fel próbáld a tehén? Ki. Hát én nem tudom hát ezt egy csinálni. Lábon hogy állsz meg az egylábú fejőszékkel? Hogyha menekülni kell. Basszus, ennek egy lába van. Én térdelek, tényleg. Azt szeretem. Mondjad? Térdelek. Jaj, ezt meg se hallottam. Dehogy nem. Na, akkor tegyük le a fejőszéket, hát nem kell ez ide. Hát ha térdelni szeretnél, Viki, akkor, akkor legyen így. Jó. Jó? Na, hát akkor térdelj le. Jó? Uh-huh. Látom, most is sebes a térded már. Gondolom, új a padlószőnyeg otthon. Nem, lakkozott parketten nagyon sokat kell csiszolgatni, polírozgatni. Na Viki, legyél ügyes, van egy stopper óránk valahol. Ó, hát természetesen van, felkészültek vagyunk. Bőgjön az a tehén, bőgjön, jó? Okay. Egy percig fogd meg a tőgyét, úgy két kézzel csinálod. És tudod, van ez a finom leföl mozdulat. Ó, hát már. De szerintem ezt nyomni kell egyébként. Ezt nyomni. Tessék? Ez gumi. Ezt nyomni kell. Hát rá, gyerekek, a rutin az évek és a szakma szeretet. Számították kicsim. Vikibe megvan a szakmai szeretet. Azt és a rutin. Azt hittem, hogy itt tényleg ilyen tőgyek lesz. Indulhatunk? Hogy a műtehéne van egy rendes csecs, erre gondoltál? Na, akkor 3-2-1, tessék. Viki, azt a hangot hallgass. Hoppácska! Jézus Mária! Azért így még... Hallod? Ilyet még te is rálátsz, nem? Azt a mindenit neki. Viki gyerekek, elképesztő mozdulatokkal, hát a tehén élő lenne, már keresztbe állna a szeme konkrétan. Tehát ez egész biztos vagyok benne, hogy a tehén átlépte a fájdalom inger küszöbét. Hihetetlen, sok mosolygos román és török vendégmunkás látok a szeme belül. Mondjuk Viki szerintem puszta kézzel töri a diót. Tehát van a kezében azért egy ilyen 6 kilopaszkál nyomás. Milyen? Hát most már kezdtek valamit érezni. Hát. Jövök. Gyerekek, szombathelyen mindenki nagyon jó arc. Komolyan mondom, imádom. Ő is jól érzi tőle magát. Igen? Jaj. Na, hogy állsz? Hát kezd bezsipadni a kezem egy kicsit. Ez az. Azt a mindenit neki. Mennyi van még? Nézzük, mennyi van még. Figyelj, 5 másodperc. Most old meg, Viki. 4, 3, 2, 1. Most mellőzés, Megvagyunk. Fotókat adjatok meg. Na, ahogy te betérdeltél, nem térdelt. Ügyes voltál, Viki, tényleg ügyes voltál. Úgy, jaj, lemérjük. Keveset. Lemérjük akkor az edénybe, hogy ez mennyi. Jó? Ha nézd meg, tele van az edény. A betyárját. Egy liter. 10 perc alatt 10 liter, 100 perc alatt 100 liter. De jó vagy, Eli. Azt mondja, hogy Viki, pont egy liter, látod? Igen, látom. Bedurrant a kezed kicsit? Hát most lehet. Kicsit láttam, de nagyon-nagyon-nagyon tisztességesen csináltad ezt. Oké, jöjjön akkor a következő versenyzőnk. Ezt visszatöltjük? Szerintem most nem kell. Nem kell még, jó? Na. Bocsánat, a keresztnevedet mondod még egyszer, teljesen? Reni. Teljesen hülye vagyok nevekből. Jó, Renikém, hát akkor... Mutasd a kis kezed, Reni. Csak az ízmunkat néztük, hogy bírod-e. Reni-ben van. Kemény van benne spiritus. Oké, térdelj le akkor, jó? Reni, egy perc ugyanúgy, természetesen. Jó, figyelj! Vigyázz, kész, fej! Hát én most oda megyek. Na, teljesen más a technika, ahogy csinálja egyébként Reni. Amíg Viki hosszú egyenletes mozdulatokkal bántotta a tehenet, addig Reni... Reni gyors kis ügyes. Reni gyors kis ügyes. Tessék? Reni, ide térdelek mellé, jó? Reni addig egészen pici nyomásokkal, sok pici nyomással pulzáltatja a tehén tőgyét. Hát nem ugye? Ez egy ilyen pulzálós technika, igen, ugye? Igen, valami olyasmi. Mondd ki, pulzál. Pulzálj, te tehén, pulzálj. Jó, hát... Nem megy. Szabad szemre egy, ez az, most állt át a nyomó technikára. Az. Megvan, jaj, most de jó. Nézd, hogy mosolyog a tehén, Azt a mindenségének, hogy mosolyog. Tényleg szereti. Nagyon jó. Oké, mennyi még az idő, amennyink van? Azt mondja, 5 másodperc, most. 3, Reni, most húzd meg, told meg. És vége, és kész vagyunk. Na nézzük. Hát, Renikém, az a baj, hogy ezt korábban kellett volna elkezdeni. Bizony. Igen. Lehetséges. Igen, megtaláltad a végére a jót, szerintem. Abszolút ügyes voltál. Beletöltöttük a mérőedénybe. A helyzet az, hogy ez még fél liter sincsen igazából. Annyi azért van, mondja nekünk a mizós hostess lány. Fél liter. Hát nem leszel Miss Lingam.
Lingam masszázs nem. Okay, nem volt rossz. Nekünk tetszett, csak nem volt hatékony. Eredmény hirdetés következik. Izgulok, mert elfelejtettem. Izgulok, hogy majd kinyerted. Jó. Viki 1 liter, Reni fél liter. Viki! Köszönöm szépen. Viki, ügyi vagy? Jaj, tök büszke vagyok magamra. Azt hittem 3 deci lesz. Azért imádkoztam. Mert azt mondták, hogy ez az alap. Istenem, ha nem hallgatnának ennyien bennünket, mennyi poén lenne ebben? Nem? Ugye? Ha nem lennénk egy országos rádió. De hát ezt nem tudjuk kihasználni. Vikikém, van egy teli hűtőszekrényed, de nem csak a hűtőszekrényt nyered meg, hanem mindenféle nagyon szép kis jó és finom dolgot benne, leginkább laktózmenteset, jó? Nagyon szépen köszönöm. Van hova rakni? Van, igen. Hát kiviszed magaddal Stuttgartba, valami. Ennyi. Szólsz egy jó barátnak, és akkor elviszitek. Jó ügyesek voltatok, gratulálunk. Köszönöm. Gratulálok. Azért egy ajándékcsomagot neked is elni természetesen, jó? Jár. Oké. Okay. Na, ha kihozza valaki a hármasugrás kérdésünket, de menjünk vissza az üvegstúdió elejére, az egy jobb helyszín, és akkor ott le tudjuk játszani. Mit csinálsz? Nézem, hogy oldalt van rajta egy ilyen beömlő csonk, amin keresztül csak egy 5 percet beszéltünk ezt, róla az előbb. 5 percet megbeszéltük. Tényleg? Aha. Igen. Ennyire figyelek rátok. És tudtad, hogy túl vagyunk már a tejénfejes játékon is? Hol vagyunk? Ez szombat? Bocsánat. Tessék? Mit szeretnétek? A tested, a tested. Ha nincs más, akkor az is jó. Negró beszökött a bejáraton belőle. Jaj, de kis cukik a... Nem megy el sehova. Tessék? Hát nem, de hogy menne el? Marad mellettem a kutya, nem megy sehova. De most már kaptál mindent, megvárod a 10 órát? Megvárom. Te aranyos vagy. És még téged is hazavisz. És akkor utána simogatom meg a negródat, jó? Jól van, puszilunk, maradjál nyugodtan. Játszunk egy jó kis hármasugrást, mert hogy már, ha minden igaz, akkor itt is van egy játékosunk, majd onnan kiválasztunk valakit előről, jó? Hármasugrást játszunk már is. Jó! Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kinek ígértem meg? Valakinek megígértem a hármasugrást. Nem, egy lánynak megígértem. Egy lánynak, tényleg megígértem. Nem, emlékszem. Aha. Nem. Hol van? Hátra vitték a sátorba, tudod, eltűnt. Kimondta, hogy a Balázs megígérte nekem. Ott integetsz? Gyere be, szóljál, hogy engedjünk be. Tényleg neki megígértem, a napszemeges lánynak megígértem, hogy játszott 3-at. Körülbelül hol van, legalább abban segítsen. Már jön. Jer ide kincsem. Ne fordulj meg, mert másik nadaregudal hagytad a seggedet. Olyan, mint a Gönci. Olyan vagyok, mint a Gönci, Gabi, mindig ott hagyom a seggemet. A Gábornál egy trezorban őrzik. Na, jön már. Igen, Feri töri neki az utad. Én nem tudom, ki a játékos. Ott jön, nem megvárjuk, érkezik. Gyere! Tettem egy ilyen könnyelmű kijelentést, és én szeretem magam tartani az ígéreteimhez, mert ez így korrekt. Az ember megígéri, megígéri. Hello! Sziasztok! Hogy hívnak? Kriszti vagyok. Kriszti, hello! Neked valaki ide a nyakadra dedikált? Nem, de... Az egy tetoválás. Tetoválás. Egy piros tetoválás? Rózsaszín. Ja, jó, hát jó, ebben a szemüvegben minden piros. És mi van rájött? Spiro, Spero. Tessék? Dum Spiro, Spero. Azt emlékszel, tudod, a múltkor is megdumáltuk. Míg élek, remélek, nem? Így igaz. Elnézést, bocsánat! Igen, ismét kinyílt a közhely szótár. Rohadjál meg! Isten, mintha ezt nem tudnám. Kicsit a latin műveltségemből, hagyj villancsak meg egy kicsit. Hát nem kell azért mindig engem mostorozni, mert vannak hibáim, az egyik a felkészültség. Hát most mit csinálj? Én azt hittem, hogy a Karib-tenger kalózaiból van valami Sparrow. Na várjál, akkor jó, én is most figyelj. Nem haragszatok, egy picit tudok latinul is, most ezért nem fogtok utálni. Semmi gond nincsen, én is tudok ilyeneket mondani, egy 10D kosaras. És miért akadtad ezt föl, hogy Dum Spiro Spero, míg élek, remélek, miért tetted föl? Hát mert ez így igaz, nem? Igen? Az ember addig remél, míg él. Miért? Hát jó. Mondta Feri, utána már nagyon nehéz. Nagyon, ja, gyerekek, igen. Ott már baj van. A Feri egy mély spirituális ember, utána már nagyon nehéz. Csak addig tudsz remélni, mert már... Igen. Mivel foglalkozol? Én most egy varrodában vagyok. Egy varrodában vagy? Igen. És mióta vagy itt nálunk korán reggel? Hát olyan 6-10. És már úgy ébredt, hogy te ma játszol egy hármasugrást? Én eredetileg Dórát szerettem volna játszani, és írtam is SMS-t. Tényleg? De hát nem jött össze. És erre kijöttem, és azt mondtam, hogy akkor játszol egy hármasugrást. Hát valamit mindenképp szeretem. Tisztára spirituálisan egymásra hangolódtatok ezzel. Te ezért azt gondolod, hogy Dóra lesz, de nem Dóra lesz, hanem hármasugrás. Szinte érzi az ember, hogy ez megvan ahogy írva már előre a feszültség, csak így értem. Akkor igen, olvassátok el új könyvembe, amit majd valami...
féltékenyek, ne törődj vele, ennyi. Mindegy. Érzik a vibrálást, és ez eddig szerettem őket. Ennyi. Csak rám koncentrálj. Egy ilyen kis mini, egy ilyen rögtönzött író-olvasó találkozó. Amikor a guru és a tanítvány találkozik. És amikor eszembe, az író előveszi a pennáját, és... Oh. Így jut eszembe, nem sokára megjelenik a második könyvem. Mondtam már, hogy keresétek a könyvesboltokban nem sokára. Nem. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nagyon-nagyon könnyű szerintem. Hát, szerencsén. Na figyelj ide. Mit jelent dum spiros peru? Semmi, nem tudta latinul, és most féltékeny. Ne törődj ellen. Na figyelj ide. Melyik a föld leghosszabb szélességi köre? Így szól az első kérdés. Az egyenlítő. Ennyi! Figyelj, mikor jön a taps, nézd. Most. Zsülegész gyors volt. Egy bruttó 8 másodpercen ő rátolta a tapsot. Oké, menjünk tovább? Menjünk. Igen? Igen, de nagyon izgulok. De miért izgulsz? Nem tudom, hogy beégek. Nem fogsz beégni. Erre minden esély meg, ennyi ember előtt azért... Baromi nehéz lehet játszani, én sem vállalnám egyébként, komolyan le akarok. Akarsz fölállni ide, hogy jobban lássanak? Tök rossz, hogy föl kell néznem rád. Hát, tudod hányan vannak ezzel? A nagyság, most tudod. De annyit mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az üvegstúdió peremén állunk, egy méterrel, ugye, vagy másfél méterrel az utcaszint felett, de hát így sokan láthatnak. Jó. Na figyelj, melyik országban zajlik a 80. jégkorong világbajnokság? Így szól a második kérdés. Azután, hogy összecsókolóztál vele, én súgjak? Hát rohadjon le a lábam itt, ha mondok bármit. Mondták a többiek. Mondja, orosz. Azt mondtad szörmó. Ja. Szörmók, hoztam a szörmókat. Kérdettem, hogy azt mondtad a Ferire, hogy szörmók. Azt hittem azt, hogy szörmók. Oroszország, így van, így Oroszország. Így van, egészen pontosan Oroszország. És tudja. Nagyon jó. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Jó. Harmadik egy idézet, a főszponzorunk kedvéért írta, Magyinsztaka Malaka Csisztava Galaban. Mit jelent? Na figyelj. Így szól a harmadik kérdés. Milyen nemzetiségű volt a Biblia szerint Góliát? Hát ez nem egy egyszerű, ez nem egy egyszerű kérdés. Oda pirítottál a harmadiknak? Gyűlös voltál? Hát ez Biblia, ez nincs benne az Osókban. Nem volt bekötve tegnap a pornócsatorna a szállodában? Berágtál? Nem volt pornócsatorna a szállodában? Keresgéltem egy ÖK-met, találtam csak egy Bibliát az egyik fiókban. Ilyenkor mindig fölhúzza magát, és ilyen kérdéseket ír. Kérdezz körbe, hát ha tudják. Biblia szerint Góliát, várj, adunk egy kis segítséget. Tegye föl a kezét, aki esetleg tudja ezt a nagyon tudják. Szép kérdést. Ott van egy hölgy fejben. Várjál, neked mi a tipped? Ne haragudj, nincs tippem. Én neked tipp? Nincs. Filiszteus. Nézzük, hogy jól a válasz. Jó! Azt a mindenségit neki! Nagyon köszönjük! Egy kis segítség, közösen megoldottuk, jól van ez így. Most mi van? Nem. Adunk egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen! Na, ezért örülsz neki? Én nagyon, jól igen. Van. Annyira szeretlek titeket. Te komolyan mondom? Igen. A bocsit a legjobban, tudod ilyenkor? Nem. Igen. A legjobb fej a Lajos. A boga annyira jó arc volt, gyerekek, őt nagyon szeret. Van egy ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Jól van, köszönjük szépen. Puszi neked, szia, köszönjük szépen. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egyébként csak mondom, hogy van még ajándék átadód is, mármint, hogy hallgass meg majd a reklámblokkunkat, mert még egy csomó értékes ajándékot kapsz. Csak ezt nem mondhatom el, de a reklámblokkban benne lesz, jó? Most látom a papíron. Mit találtál? Mi van benne, Feri? Már én már láttam az ajándékot, amit itt pluszba. Is van, egyből át itt. Is tudjuk adni. Persze. A betyárját. Azt hittük, hogy észrevetted, hogy benőtt a kör. Nem, azt mindig érzem, tudod. Azt a rohadt. Istenben. De rohadtul fáj. Hát na, nézzük meg azt a kis dobozkát, hogy mi van. Azt a mindenségit neki. Na, csak mutassuk föl mindenkinek, hogy a hármas... Egy igazi kortina. A hármas ugrással még egy ilyen szép sportórát is nyertél egyébként. Most mi volt? Mi nem volt jó a sport, vagy most az óra? Hát sportóra. Hát most mi? De sportolói? A vakos óra, vagy mi ez szerintem? Na, hát parancsolj, nem tudtam, hogy ezt itt át tudjuk adni, még van egy ilyen is, úgyhogy nagyon oda pirítottunk. Oda adja meg, nézed, Jani? Mert úgyse látsz ilyet, tudod, mert adjuk nem olcsó. Adjuk át, nagyon. János kintotta a dobozt. Jól van, gratulálunk, ügyes vagy. Na, drága szombathelyiek, lejátszottunk mindent. Jól van, jövünk nem sokára vissza, jó? Megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, egy pici szünet után, aztán jövünk még elköszönni. Halló!
Itt vagyunk. Oh. A zene is elindul, de mi egyszer lebeszéljük, Ma már a második 20 másodperces dalunkat adtuk le. Igen, abszolút tudatosak. Mindig csak ízelítőt adunk. Akár egy dal is lemehetne, de itt vagyunk. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt nézem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. Kevesebbet tudtam rápillantani a monitorra mostanában. Mert elragadott a hömpögő szombathelyi tömeg, akik azt hiszem minden idők legbetegebb kitelepülését hozták össze. Nagyon sokat. Jól érezzük magunkat, nagyon jó hely. Nagyon sokat röhögtem, igen. Na, szóval, hogy mutatjuk, miről is volt szó ma reggel, drága hallgatók. Beszélgettünk még korán reggel 7 óra után olyan emberekről, akik folyamatosan rálicitálnak a másik ember történetére. Ugye a stábon belül történt, hogy Viki elvágta az ujját, erről beszélgettünk, majd jött valaki, aki azt mondta, hogy az semmi, mert amikor ő elvágta. És megfejtettük, hogy minden társaságban, baráti társaságban, családban van egy-egy olyan ember, akinek szinte mindegy, hogy milyen történetet mondasz, neki úgyis van egy jobb, egy durvább, egy nagyobb, egy sokkal jobb sztoria, és azt ugye hát el is mondja. És egy idő után teljesen fölösleges ezekkel az emberekkel beszélgetni, mert úgyis überelnek téged. Hát kaptunk egy-két szenzációs SMS-t, hogy kinek a családjában vannak hasonló emberek, vagy kinek a munkahelyén van hasonló ilyen típusú ember, illetve hát itt is megszólaltattunk néhány hallgatót. És azért szerettem, mert meg se kell kérdezni azt, hogy és te hogy vagy? Tudod? Tehát, hogy ugye? Csak elmondjad, hogy aj, hát én velem ez van, és már nyugodj. És már mondja, igen. A sokkal durvábbat. Erről volt szó. Valamint végeztünk Szombathelyen egy bringás tesztet, ezt lehet, hogy minden városon megcsináljuk egyébként. Szeretük volna megtudni, hogy hát milyen a bringások kereszttudása. Megtaláltuk Rozikát és Pannikát, és úgy gondoltuk, hogy leteszteljük őket, de egyébként nem sütöm el a poént, hiszen sokan hallgatták, kiválóan vizsgáztam. Zseniális. Rozika és Pannika kiváló és Negro. Volt. És Negro a kutya, így van, már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan... Pontosan 10 óra, ez pedig azt jelenti, hogy szépen lassan elbúcsúzunk Szombathelytől, és megyünk Székesfehérvára. Meg itt csak én dolgozom, mert ez elképesztő. Komolyan mindig népszerűsködnek, nézd meg. Egyik itt dedikál, a másik ott dedikál. Srácok, meló van. Mikrofont kéne fogni. János, mi újság? Hát most már 200-szorra írom rá, hogy Balázs. Helyes. Akkor 300-ig megsállj. Na. Drága Szombathelyet. Itt vagyunk tulajdonképpen, hallgattunk, olyan jó téged hallgatni, én megértem ezt a sok embert, hogy eljöttek. Annyira bölcs dolgokat mondtunk. Jó volt ez, tehenet fejtünk, megtaláltuk Pannikát, Rozikát, a kis Negrót is megsimogattuk, úgyhogy egy csomó minden történt, és hát most a... Segítsétek le a másik. Köszönöm szépen. Feri lemászott a üvegstúdió. Másztam le, kecsesen leugrottam. Igen. Na, elköszönünk, mondjuk a székesfehérváriaknak, hogy holnap piactér. Ugye, holnap piactéren vagyunk. Ott leszünk. Ezt szerintem a fehérváriak tudják, ez a gyors étterem. Nektek is mondjuk, ha akartok, átjöhettek. Bárki átjöhet, hát, hogy nem kizáró, kicsit utazni kell, de nagyon örülünk mindenkinek. Székesfehérvár, de szeretem. Ott találkoztam először a mobil WC mellett Ulma Mónikával. Tényleg? Jött ki, vagy éppen ment be, mert könyvbe lábadó szemekkel, és kiabált, hogy... WC-nk volt. Ja, és kiabált, hogy engedjenek be. Nagyon nagy baj lesz, hogy mit... Nem, utána azt mondja, Jani, de gúvadnak a szemek. Na jó van. Oké, csak mondjuk, hogy holnap is lesz egyébként egy fejős játékunk, egy teli hűtőt lehet megnyerni mindenféle laktózmentes ajándékkal, illetve holnap is kell majd természetesen csempézni, és 100 000 forintos kis 100 000 utalványt adunk annak, aki nyer. Ennyi? 100 000 Mi lesz, közösen mentek, várat néztek, mi lesz, hogy lesz? Nem, ti mentek haza, most ti nem jöttök be Fehérvára. Úgy tudom. Én megyek tovább, csak azt mondtam, hogy hazamegyek, hogy ne kelljen elvinni. Hova mentek haza, és egy óra múlva a fehérvári szállodába ott találkozunk. Figyelj, engem hív a vasútvár a gyesev. Tényleg izével? De, engem nem bóckodok. Tehát, hogyha nem beszél senki, akkor elmegyek vonattal. De valaki csak elvisz. Én szeretek vonatozni, csak nem valaki taxival csak fogok elviszi, kimenni az állomásra. 1500-ra levették a Janit azért. Ki az, aki gyerekek, tegnap 1500-ért jött be Jani az állomásról a szállodáig. Ki az, aki 1003-ért kiviszi? Ott az első, köszönjük szépen. 1002. Igen. 1001. Még mindig. Nekem van egy megmaradt... Maradt egy téli szalámi zsömlém. Valaki vigye már el, szívesen odaadom. Most nem azért mondom, de vagyunk itt annyian, hogy mindenki bedob egy 100-as, már boldogan megyek haza Szombathelyről. Na jó van, holnap tehát várunk mindenkit Székesfehérvárra. Reméljük, hogy ilyen időnk lesz egyébként, mert egy picit rosszabbat mondanak. Úgyhogy reméljük, jó idő lesz, elmondtunk mindent. Így nem van, búcsúzol, még simogasd meg a torokkémi seprőjét. Negro!
Ne haragudj, amíg nem volt feleségem, én voltam a torokkéményseprője. Engem csak úgy hívtak az épluszos időkben, Balázs a torokkéményseprője. Balázs, el kell búcsúszál a negróttól. És a kutyától is utána? Hát a kutya negró. Tudom. És mit csináljak a negróval? Még megsimogassam? Megsimogassam. Igen? Igen. De más ne is, a Feri vagy ennél csak én simogassam? Milyen? A negró már itt bealud szépen, ő már nagyon aludna. Légy szíves, te is simogass meg. Én. Te. Megtiszteltetés a részemről. Mondjuk. Te, simogass. Hova mész most haza? Hova mész most haza? Merre mész? Haza Répce-Szentgyörgyre, elviszlek odáig hegyfalon keresztül, mész úgyis, mész Székesfehérvár fel. És aztán... És rákacsintott a Janira! Janikám, de mivel? És mit kérsz cserébe? Simogassa meg a negrólat. De nem, de most... És mivel viszed el? Másodosztály sebes? Vezetsz tényleg? Persze, természetesen. Tényleg? Nekem jobb jogosítványom van, mint a tied. Hogy érted, hogy a mi cégkamionozol, vagy mit csinálsz? Én nem járok két évenként orvoshoz, mint te. Nekem két évente el kell mennem. Én nem kell menjek. Lefizetted a házi orvost? Nem szeretek orvoshoz járni. És akkor hogy van? Hogy lesz meg az EU-vizsgát mindig, vagy mit csinálsz? Nem, nekem végleges az a jogosítvány. Atya Isten, ettől mentsen meg minket a jó Isten. Hogy végleges, ezt nem kell megnézedni két évente, három évente? Nem. De mi van, közben nem tudom, történik valami, vagy esetleg az ember látás egy kicsit meggyengül. Véglegesen megkaptad? Véglegesen. Mit kért a házi orvos? Egy plazma tévét? Vagy hogy? Nem járok házi orvoshoz. És akkor mi? Ajurvédikus módszerrel gyógyul? Megkaptam külföldben, nem Magyarországon. Oh, csókos! A csókos! Nem értették, hogy mit kér, érted? Ezt aláírt a pecsét, hadd menjen. Az unokaöcsém a Orbán Viktor. Megmutatták a magyarok istenit, az biztos. Durva. Azt hiszem mindenit. És akkor ülne a Jani melletted, és mondanád, hogy rakok egy kettet, Janikám! Nem, marhára ez nem ez lenne, beülnék, és akkor nem, Janikám, az a negró helyett, takarodjál csak hátra. Tartóban van, és ő alszik, mikor én utazom. Ja, igen? Istenem. Igen. És ez hány kilométer innen vagy? Most? 25. Hát az nem negró, sok. Negró, ne nyald már össze. Az nem sok. 25 km. De 4 órát is elül a csomagtartóba, és alszik. Már 4 óra, mint 25 km, csak utána elfejtett kivenni? Nem, vagy hogy érne azt a 4 órát? Ha itt vagyok a műsorodon, és ha ott hagytam volna a csomagtartóba, akkor aludna. Aha, nem csak, csak azért mondom, hogy így tisztább egy dolgokat, hogy negró körülbelül egy 4 kilós kiskutya, aki belülről viszonylag nehezen nyit ki egy csomagtartó. Tehát ő azért van benne ott 4 órán keresztül, mert nem biztos, hogy benne akarna lenni, de hát... Nem ismeri a központi zárat. De figyelj, de még takarója is van, úgyhogy megvan. Hát akkor tök boldog, ha van takarója, amikor 60 fok van a csomagtartóban, akkor tök boldog van. Igen, meg elakadási ez a háromszög, meg pótkereke. Viszed olyan itt, vagy nem viszed engem, csak ez érdekel? Elviszem a hegyfalú kereszt körforgalomig. De az csak az egy bejjebb szerintem vagyok. Ez nagyon jó. Anyikám, imádlak, vidd el a körforgalom, és tedd ki, tudod, a mezőn tedd ki valahol. Az a legjobb. Az a legjobb. Stoppolni se tud. És akkor stoppol Győr fele. Janikám, innen Tororiny iránti 270 kilométer, meg leszel. Jó, na megyek, mert van még dolgom otthon. Jaj, nagyon helyesek vagytok. Nem kaptunk semmi ajándékot a negró, úgyhogy a negró nagyon várt az ajándékot. Tényleg? Hogy mit csinálj, menjek el egy kutyabolba csontér? Vagy... Mit teszik a negró? Van egy tejet is bekeverem a konzervbe. Igen. Egy laktózmentes mizótejnek örülnél? Igen. Igen? Egy csészét is. Persze, hát... Kocsi kulcs! Itt maradok, még csinálok egy... Az van. Hozol egy kis tönkölybúzát, összeütök itt egy tejbegrész neki gyorsan, jó? És akkor megeszik. De jó. 5000 méter vízburkolat esetleg nem kéne a főtérre. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, jó? Nagyon jó. Ő nagyon nagy forma. Imádom. Janikám, kiraklak a körforgalomnál. Aha, igen, de azért te útba esik. Hát most... Na, itt van a naphallgatója már is. Valakinek ritik, hogy ilyen taposok. Morning show. Az bizony! Yeah. De jó vagy, nem írtad a... Hogy hívnak? Riki vagyok. Itt vagy. Itt vagy a helyszínen? Ezt nem mondott komolyan, gyerekek. Hello, itt áll egy lány az üvegstúdió előtt, egyszerre telefonál, egyszerre beszél, fölhívtunk, mint naphallgatója. Igen. Nagyon jó. Ilyen még sose volt, hogy valaki telefonon és adásban is beszél. Hogy akarsz vele, telefonon vagy adásban? Maradjon mind a kettő. Na, azt írtad, nekünk egyik ismerősünk mesélte, milyen finom tokai hatputtonyost ittunk, erre jött ugye az ismerős, aki erre ráreflektált, az semmi, én 7 puttonyosat kóstoltam, ő tényleg létezik így van, egyébként? Így van, így van. És mindenre rá, mindenre rá mondja. Mindenre rá, így van. Ahogy jól hallasz minket? Jó a vonal! Ahogy hallom, közben kivettek telefonon keresztül, tehát letelted a telefont, mert kivettek adásból. Ez nagyon jó. Így még sose voltunk, hogy naphallgatóját fölhívtunk, és itt van a helyszínen. Van egy ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Jó?
Itt van egy ajándékcsomag. Akkor ezt gyorsan meg is adjuk. El is postáztuk, tessék. Spóroltunk 200 forint posta költséget. Köszönöm. Jó, köszönjük szépen az SMS-t. Sziasztok. Na, hát drága szombathelyek, hát fáj a szívünk, mert nagyon kis villámtársaság vagytok egyébként. Igen, de el kell, hogy búcsúzzunk. Úgyhogy holnap Székesfehérvár. Tetszik jönni? Nem. Pannikám, jöjjön már át a negróval. Elvisszük, Pannikát elvisszük. Hát, én elviszem Székesfehérre. Vagy akkor maga tudja elhozni a Janit, átjön Székesfehérre, és akkor odáig igen. Megvan a fuvar. Csókoltatjuk a szombathelyeket mindenkit. Köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Nem tudom, hogy jövünk-e még, de reméljük. Bízunk benne. Nem rajtunk fog múlni. Ez most nem rajtunk múlik, igen. Ha lehet, akkor mi még jövünk. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, holnap Székesfehérre. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.